Na jó van, szevasztok akkor, remélem, hogy jól hallható a hang meg minden. Következő lesz a program. Elméletileg. Fogunk beszélni Garudáról. Mindazoknak, akik még nem nagyon vannak benne a Fortunában, fogok beszélni mindenről, amit eddig felfedeztem, illetve körbenéztem. És egy kérdésre lennét rögtön az elején. Mit szeretnétek hallani Garudáról? A Bibliát, vagy a véleményemet? Tehát inkább úgy. Tehát fölolvashatom a Wikit, vagy elmondhatom, hogy mit tapasztaltam vele, amit játszottam eddig. Nem tudom, melyik. Hogy működik ezek a droppos dolgok? Igen, akkor azt tisztázzuk most. Sajtburesz, öcsém. Sajtburesz, úgy működik ez a droppos dolog, hogy a Warframe accountodat össze kell kösd a Twitch accountoddal. Írd meg, hogy az rendben van-e. Oké, tehát akkor lesz droppotok, hogyha összekötitek a Warframe accountot a Twitch accounttal. Hogyha az megvan, akkor... fogtok kapni droppot, igen. Csak neked fekete a kép? Lehet, 10 másodperces késés van. Szia, Genyó. Genyó Pumba, rég nem láttalak, szevasz. Hali. Na, szóval, hol vagy? Sajtburesz, írd meg, hogyha össze vagy kötve, akkor rendben leszem. Szia, Wolferzo. Hali. Report already. Na, ha megvan, akkor elméletileg egy óra után fogjátok kapni. Megint csak a droppot akkor kapjátok, hogyha a Warframe accountotok össze van kötve a Twitch accountotokkal. Szia, Lord! Elvileg össze megkaptam. Na látod, ennyi. Akkor jó. Hunman, ne szfemelje, sziasztok! És hogyan kapom el? Szerintem ezt így még egy ötször el fogom mondani, hogy Clerex, akkor kapod meg a droppot, hogyha a Warframe accountod össze van kötve a Twitch-sel. Oké, tehát a Warframe accountnak össze kell lennie kötve a Twitch-sel. For a tuna, igen, én is szeretem a tunát, az az igazság. Mert megvan másfél óra, és nem kaptál semmit. Hát Corpus Channel, Warframe accountod össze van kötve a Twitch accountoddal? 20 Twitch dropból semmi jót nem kaptam. Nincs is 20. Csak éppen egy pár. Tenno, there's a time limited mission alert available. Check navigation. De kétszer kaptál csak kreditet csak. Na most ez jó kérdés, Bedez, hogyha játszol és kapod-e a lootot. Ez szerintem elméletileg igen, de akkor kibe kell jelentkezni. Tehát, hogyha még játszotok is, és közben megy a stream a háttérben, elméletileg meg kéne kapjátok. Elméletileg, de nem tudom. Ezt nem tudom biztosra mondani. Egyszer kaptál csak kreditet. Hát lehet, hogy nem egy órán keresztül kéne nézni, hanem 2-3 órán keresztül az, hogy valami mást is kapjatok. 15.7500 kreditet, 3 tizetük, a 2 nitén extraktot. Csak ne, jó van, ez kemény. Platot hogy lehet majd nyerni? Na, hoppá. Hát úgy, hogy néztek engem, és mondjuk mindegyik óra végén a platnál, mindegyik óra végén azt mondom, hogy kisorsolok. Mert van vagy 5 PC platom, és 2-2 Xbox 4 és PS4 platom. Szóval, Hunman, csak szeretnéd. Amikor van nézett, hogy elrátnék. Hát ebben igazad van, Amper. Amúgy hamarosan feljövök amúgy izérem. Jó reggelt. Na jó van. Mivel kezdjük? Fortunával kezdjük, vagy Garudával kezdjük? Azt írjátok meg. Fortuna, jó. Kezdjük Fortunával, és utána rátérünk Garudával. Na. Plüsök. Na igen, a plüsökkel, igen, az mutka én is felfedeztem, hogy what the fuck? Kurva jó, na, azt kell mondjam. Na, sokat én se jártam el, ugye melóztam, sokat én se jártam Fortunán, de azért egy-két dologgal direkt visszafogtam magam,
hogy mindezt együtt vásároljuk meg, nem úgy mert tehát így együtt nézzük a dolgokat. Mindazoknak, akik nem találják meg a dolgokat, a legegyszerűbb utazási forma a fast drive, szóval kávé mint cetuson, és mindenkinél, mindenki alatt azt írja, hogy ki mit tud majd csinálni. Elsőre nagyon javaslom nektek, egy-két dolgot csináljatok. Például eljöttök ide Rocky gyerekhez, és minél gyorsabban beszereztek egy új K-Drive-ot. Például én most megvettem platból, kemény 57 platban van az egyik K-Drive. A lényege az, hogy elméletileg több pontot tudsz farmolni, hogyha van egy izéd. Egy új K-Drive-od, és nem az alap K-Drive-od van. Szóval elméletileg a legkönnyebb farmolni, hogyha a csöveken csúszol, és majd ha kimegyünk Fortunára, akkor megmutatom, van egy hely elméletileg, ahol körbe-körbe lehet menni a csöveken, és összekötöd a kombókat vele. Tehát azért, hogy minél hosszabb ideig vagy egy csövön, annál nagyobb lesz a combo duration-od, néha még ugrálgatsz egyet-kettőt, és összekezd ezek a kombokat, és elméletek kurva jól adja a kombot. A következő, amit meg szeretnénk mutatni, az Smokefingernél van, igen. Amit érdemes mindenképp kiváltani, az ez a Sunpointing Plasma Drill, ezt mindenképp vegyétek meg. Lehet a régivel is játszani, a régi, hogy mondják ez, bányásos fegyverrel. Szia, Erik! Szóval lehet azzal is farmolni, viszont ezzel könnyebb. De azért mondom, hogy vegyétek ki, mert hogy nagyon gyorsan kiderült, hogyha egy jó 5-10 percig farmoltok gemeket, akkor egy 5-10 perc alatt akár 10.000 standinget is össze tudtok szedni. Természetesen függ, hogy mekkora a mastery rangotok. Szóval egy 5-10 perc alatt akár 10.000 standinget ki tudtok farmolni, és akkor ugye be tudjátok váltani őket. Nem sokat farmoltam még, mert nem a kedvencem. De be tudjátok váltani őket, és azért egy-két gem, ha azt nézed például az a Zodian, viszonylag gyakorinak mondják, ahhoz képest, hogy ritka, és egy 1000 standingben van. Úgyhogy azért baszki, az azért nem egy rossz dolog, úgyhogy mindenképp érdemes. Hogyha nincs kedved küldetéseket csinálni, mert az az igazság, hogy rá vagy kényszerítve, hogy küldetéseket csinálj egy bizonyos szempontból, főleg, hogyha nincs sok kredited, úgyhogy de ha van sok kredited, illetve jártál kint, és legalább farmoltál egy keveset, akkor tickerhez el kell jönni, és itt vannak ez a Purchase Debt Bond féleségek, és amit láthatjátok, mindegyik belekerül valamibe, és némi kreditbe. Szóval, most pont nem tudom, ja, igen, tehát például ebből a valamiből meg tudnám venni, és ez ad 5 Training Debt Bondot, és 10 Shelter Debt Bondot, konkrétan. És hogyha ezeket megveszed, akkor megveszed, már ha nincs kedved nagyon csinálni a küldetéseket, című történet. Ja, rossz felé ugrok. Akkor ugye, amikor arra kerül sor, hogy szintet lépjél, akkor már meglesznek a dolgaid itt, amiket be kell váltani. Szóval nagyjából így lehet gyorsan haladni gemekkel, de bountikat igazából, tehát jól ki van most találva, jobban ki van találva most Fortunának a rendszere, mert ügyesebben lehet farmolni, illetve rá vagy valahogy kényszerítve, hogy bemenjél és megcsináld a küldetéseket, ahhoz, hogy esetleg kapjál valami extrákat, és hogy őszinte lek a jutalmak egészen elfogadhatóak. Jó, köszönöm szépen a subscribe-os, srácok. Csak én már így elfelejtettem, milyen jó Isten ez a hang, és miért búga izé. Igen, pontosan Afroditez. A régi rendszerhez képest, ami Cetuson van, egy kicsit jobb, és szerintem elfogadhatóak
a jutalmak is, és nem az van, hogy mindig menj a legnehezebben, mert az adja a legtöbb standinget, hanem mindegyiken ott kell, hogy legyél, mert mindegyiknél megtalálhatóak ezek a faszom izék, training debt bond, meg shelter debt bond, meg medical debt bond, szóval igazából menni kell, de hogyha gyorsan akarsz, ha gyorsan akarsz menni a izével, a standinggel, tehát az az XP-vel, ami itt jár, akkor mindenképpen érdemes gemeket farmolni, és a ritkábbak ugye elég sok pénzben vannak. Az ércek mire jók? Na igen, pont most mondtam el fél perce. Az ércek valószínűleg majd a kitgunokhoz, tehát menjünk át egy kicsit a kitgunokhoz. A kitgunok nála vannak, és ha rámegyünk arra, hogy Bros vers, akkor ha felgyorsítjuk a dolgot, amit látjátok, a kitgunokhoz fognak kelleni gemek, majd mindenképpen. Bármit, amit valószínűleg legyártasz hozzá, a kitgunoknál fognak kelleni gemek. Na most itt két utat választhattok, szerintem, ha kitgunokra kerül a sor. Megtartjátok a gemek, ha gemeket farmoltok, akkor megtartjátok... várjál, mi a fene ez? Ezeket nem kell már legyártani? Szopadtok? Ezt most lehet... Lehet, hogy ezeket már nem kell legyártani? Na ne basszál már. Na jó van. Na igen, tehát valószínűleg a K-Drive-hoz, fegyverekhez, mindez, de most ha ezeket tényleg nem kell legyártani, akkor összefosom magam. Hát az kurva jó. Szóval a gemeket vagy megtartjátok arra, hogy gyártsátok, de azoknak, akik plot gazdagok, hogy őszinte legyek, akkor rámehetnek arra, hogy today special, és mindig megnézik azt, hogy mit nem farmoltak ki. Lássuk, 35%-os crit chance-el, akármi legyen ez a fél autót, a burst valami, fogod, szépen megveszed, happy birthday! És elkötöttél egy csomó platot arra, hogy vegyél egy kitgunt, tessék, és megvan a ingyen free XP, hogyha arra akarsz rágyúlni. Továbbá, hol a, mi a neve a hülye gyereknek, akinél vannak a izék? A... Ah, igen. Akinél ott vannak a maák, és ugyanez lehet igaz a... Mi a fenére? A moákra is. Tehát a moáknál is, hogyha... Hoppá, bocsánat. Roseverse. Ha megnézitek, lesz mit farmolni gemeket, és egy-két gem valószínűleg ritkább lesz. De hogyha ugye csak XP-re vágysz, és amúgy is plat gazdag vagy, akkor mindig rámehetsz a Today Special-re. Direkt tartogattam, direkt nem vettem meg, hogy itt legyetek, amikor megtörténik. És... Ja. Vegyünk egyet. Ez egész elfogadható, egy fene. Jó, ezek a modok. Oh, most select new polarity. Ezt. Ez jó név lesz? Elég... Megengedte. Jó, megengedte. Hello, összekező szímakat a Twitch-ek külön Warframe-val is össze kell kötni. Nem, hogyha a Twitch-et összekötöd a Warframe-mal, akkor így össze vannak kötve elméletileg. De azért nézd rá a Warframe accountodra, hogy össze van-e kötve. Van service Wookie build, de... Ja, igen. Van, persze. De valaki kérte volt még az egyik videóm alatt, hogy mutassam meg a báza buildemet, mert hogy látta az egyik videóban, és megtetszett neki, azt mindjárt megmutatom. Fortunáról mit tudok? Nem látjátok, azt nem fogjátok látni, hogy mit dobott, de amikor lejár az óra, ha bejelentkeztetek a Warframe accountotokba, akkor megkapjátok. Ha nem jelentkeztetek be, akkor jelentkezzetek ki, és újra, és akkor elméletileg ott lesz. De például, ha kreditet kaptok, nem biztos, hogy olyan feltűnő lesz. Meg az inboxban jön az értesítés, még jobb. Na, nagyjából ennyit kell tudni a gyors farmolásról.
Fortunán, az az igazság. Tehát fókuszáltok a gemekre, hogyha gyorsan akartok XP-t, és akkor kreditért tudtok venni K-bondokat, ugye a izénél. Tehát tickernél tudtok venni, tudjátok venni ezeket a bondokat, ugye? Kreditér és némi nyersanyagért, de trükkös, ugye, mert kell az a nyersanyag, szóval így is úgy is el fogsz menni, vagy nyersanyagot farmolni, vagy küldetéseket csinálni, szóval nem az van, hogy csak pénzért bevásárolod magad, debt bondokból, és aztán szépen beváltogatod és gemeket farmol szorba szájba XP, hanem azért rá vagy kényszerítve. Ami a küldetéseket illeti, voltatok már küldetéseket? Ami küldetéseket illeti szerintem egész az üzeneteid között, Riphun, egész kultúrátok szerintem jobbak, mint a Cetusé. Az ellenfelek változatossága abból adódóan, hogy a korpusz az jobb, és változatosabb enemikkel rendelkezik, mint a Grineer, szerintem emiatt jobbak is. A pókok azok kurva jók, mármint nem tudom, hogy voltatok a küldetésen, amikor a pókokat, tehát így jöttek a pókok. És pont elkapott minket a legnagyobb küldetésen, és azt kell mondjam, hogy egész kihívás leölni őket, hogyha a nagyobb küldetéseken vagy, így egyszerűen így bedarálnak, szóval kurva jó őket, aki nem tudja, hogy kell legyőzni a nagyobbik pókokat, nem a kis minori picurit, a nagyobbik pókokat úgy győződ le, hogy átdesselsz rajtuk, és legalább kétszer kell átdeselni, azt hiszem. Egyszer, amikor még egészben vannak, és egyszer, amikor felrobbannak, ahogy észrevettem, és akkor lehet őket ledarálni, és valami tojásféleséget dobnak el, ha jól láttam. Szóval, hogy kell ki be kell lépegetni? Hát, hogyha nem jött meg, bevereg, hogyha nem jött meg a izéd, nem kaptál üzenetet arra, hogy megjött a cuccod, akkor csak kilépsz és visszalépsz az accountodban. Amelyik fagyaszt az úrra, igen, na, igen, elég kemények, hogy őszinte legyek, és nem tudom, nekem tetszenek, szóval már alig várom, hogy hogy a nagy pók is bejöjjön. A K-Drive verseny, ugye, hogyha arról van szó, ide jöttök ugye Rockyhoz. Elméletek van egy ilyen K-Drive verseny, az jelenleg ki van kapcsolva, ha minden igaz, akkor az is később fog majd bejönni. Oké. Okay. Néső, havaszai, hogy kell összekötni az accountot? Elmész a Warframe accountodba, bejelentkezel, rámész a profilra, a profilbeállításoknál ott lesz, hogy összekötést Twitch-el. Igen, a Bounty-knál, hogy tegnap még bugos, lehet, hogy még ma is az, de beragadt a mission elfogadásnál, de nem baj, mivel hogy... nem baj, mivel hogy izé... mit akartam? Mert megcsinálja, szóval nem probléma, mert megadja a pontokat, szóval nem kell parázni attól, hogy be van bugolva, ami... Egy másik jó dolog, amit észrevette a Bounty-kkal kapcsolatban, hogy egész területen mehetsz, tehát nincs olyan, mint Cetuson, hogy van egy körterület, és abból nem mehetsz ki, össze-vissza vándorolhatsz kb. Hogy jól esik. A másik meg, hogy a nagy pókokat lehet, a nagyon nagy pókot nem lehet még ölni, arra kell várni sajnos egy két hetet, amire bedobnak egy update-et. Attól egyen kisebbeket, azokat a fehéreket, azokat lehet. Igen, azt észrevettem, Mizsó, hogy igen, hogy megnézd Dawn of Datamast és a sárgafé, és majd meglátod, mi történik, igen. Állítólag nagyon kevés van az évben a nisusra, hát reméljük, hogy azért lesz van akinek esélye. igyekszek innen figyelni, elmegyünk, ahhoz képest most azért vagytok egy jó páran. 2035. januárig bannoltak ok nélkül. Hát én azt mondom, Mini Csavi, hogy akkor egy új net, új IP, esetleg új gép, attól függ, hogy mi alapján bannolnak, hogy IP vagy gép ID alapján. És de megesett, hogy gép ID alapján bannolnak, hogy halál mindegy, hogy új netet van. Grineer cucc az egyik tóban? Melyik cuccra gondolsz? Nem tudom, nem jártam be még az összeset. Hogy őszinte legyek. Senidu Sekura 20 órányi stream után, Geri. Ne basszál már fel.
Milyen a Garuda? Hamarosan rátérünk. Hamarosan rátérünk. Na, várjál, milyen Grineer cucc? Hova kell menjek? Írja meg valaki, milyen Grineer cuccról beszél. Ja, na várjatok, megmutatom, hogy... Hol van az a szar, amit mondták, tehát... Van egy olyan hely, aminek az a neve itt, hogy Pearl. The Pearl. És elméletileg, ha két drive-ot akarsz farmolni, ott The Pearl-nél. Jó, most mutatom a képernyő, mintha látnátok. Jesus! Mert végül is látjátok, várjál, ott van fönt. Ott van az a The Pearl felirat, és ott tudtok... Mi a pöcsöm? Ja, elindult egy kördetés, happy vagyok. Szóval ott a The Pearl-nél fogtok mindenképpen. Elméletileg tudtok két drive-ot farmolni, ott van egy ilyen körgyűrű, és ott lehet. Szóval elméletileg ide. Hogyha arról van szó. Pa-pa-pam! Oda menjünk, megnézzük. Megnézzük. Elméletek, tehát én is ezt láttam igazából, hogy az emberek, hogy ja, ez az lesz az a hely. Megvetted a dömpert? Milyen dömpert? Wood? Szóval elméletileg, ha két drive-ot akartok farmolni, akkor itt kell kör. Á! Ha elég ügyes lennék... Szevasztok! És itt mi a fasz van? Ide ki lehet majd jönni? Na, szóval ott lehet szépen körbe menni, és akkor nagyon-nagyon-nagyon boldog leszel. Nem tölti be a live-ot? Miért nem? Hát, arra igazán nem tudom, jó, mindegy. Orokin Dixon melletti tóban van. Milyen Orokin Dixon? Orokin. Itt? Megnézzük. Ránézzünk. Megnézzük. Űrcsaták még nem jöttek be. Az űrcsatákra valószínűleg fogunk várni. Legalább egy januárig legalábbis. Az... Ez volna az, amire gondoltam. Anyád, ez mi volt? Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez Grineer, de lehet, hogy nem is volna ez volna az. Hát ez itt nem még. Ja, persze, nincs energia. Ha az volt, az nem biztos, hogy... Én nem vagyok benne biztos, hogy ez Grineer, de lehet, hogy Grineer. Nem lennék azon sem meglepődve. Egész kultúrált helyek vannak, hogy őszinte legyek. Jól néz ki a Fortuna, de nagyon cetusra hasonlít, viszont a questek azok jobbak, mindenképp, a bountyk, vagyis a bountyk azok sokkal jobbak. Ja, tegnap például jártam egy olyan küldén, ahol a pók aktiválódott. És... Hát semmit nem csinált igazából, csak ott volt távolban is bombázta a területet, de... Egyáltalán nem kell tőle félni, hogy őszinte legyek, szóval... No para. Viszont ez például, ez a küldetés az egyik legszarabb, mert egyszerűen nagyon ritkán jönnek a... Azok a korpuszok, akiktől lehet ezt tápolni, hogy tovább menjem. Mit csinál nektek? Nekem reggel volt olyan, hogy elsétált mellettem és elkezdett lézerezni. Hát igen, ez kellemetlen.
Nem kaptál még felvételt? Jelentkeztél a klánba? Hát nem tudom, ha itt a neved... Tessék, akkor ezt gyorsan kiosztjuk. Ő már megkapta, ő még nem kapta. Husika! Mindig jól jönnek a jó kis husikák. Ő már megkapta. Ő is megkapta. Ő már megkapta. Hát remélem, hogy a neved köztük volt, mert ha nem, akkor... Ja, amúgy végre, van értelme a snipereknek és az olyan fegyvereknek, mint a Tiberis Prime. Vagy bocsánat, a Tiberon Prime. Mert kurva messzire elhordanak. És kurva erőset lőnek. És még egy jó dolog, Vénusszal kapcsolatban. Dob Polymer Bundle-t. Polymer Bundle dob, öcsém. Ha valamire szükségetek van, főleg, hogyha a jövőben klánt szeretnétek alapítani, és Fashion Frame-re rámentek, a klán, a Dojo Fashion-re rámentek, mindenképp szükségetek lesz egy csomó Polymer Bundle-re, úgyhogy Polymer Bundle dobás van. Én a Vénus már megvett kilóra, már mint a Fortuna már megvett kilóra. Azt kell, hogy mondjam. A másik nagyon pozitív dolog az egésszel kapcsolatban, mit akartam mondani? Elfelejtettem, totál. Akartam valamit mondani, de kurva elkérd a fejemből. Beach, please. Ah, majd csak a D van, de a srácok így is sem megcsinálták. Meg lehet ölni Nef anyót, vagy mi? Nem, nem lehet megölni Nef anyót is. Hát azt nem tudom, mikor fog úgy bejönni Franco Boss harcban. Szia, Richem. Nekre elmentem tegnap a Temple of Profithoz, és ott volt egy nagy pók meg a korpusz. De csinálni nem volt Nef anyó. Hát inkább a nagy korpusztól paráznék, szinte legyek. Meg a nagy póktól. A meghekkelhető terminálnál enemiket le kell ölni ott annál a templenél, és akkor... abban a meghekkelhető terminálba bele lehet tenni egy datamaszt, ha arról beszélsz, ha az a helyesre írásod. Ja, igen, na jó van, megcsinálom ezt küldit, és utána átmegyünk, beszélgetünk az új modokról, és egy párat sikerül már megszereznem. Tegnap este, köszönöm a subscribe-ot, vezeg ezen a hangon mindig meglepődnek. hogy sikerült találnom ezt a hangot, nem tudom. Yeah. Au. Csináltam Garudára egy modolást, hát kíváncsi leszek, hogy mennyire bírja. Még nem igazán tudtam eldönteni, hogy milyen irányba vigyem el ezt az egészet, de elsőre el tudom mondani, ne fanyo alaboly, Rage-ekben is szerepelni fog, szóval nem halad meg Fortunába, én csak arra vagyok kíváncsi, mikor jön vissza Wayhack, mert már úgy megölném azt a szemetet. Hát menjél be a földre hidroidot farmolni, és szerintem nem lesz vele problémád a megölése. Ja, figyeljétek ezt a hol a faszomba van, az egyik legkönnyebb farmoló nyersanyag, amit majd a depth izéké be tudsz váltani, az ilyen fákot található, és egy ilyen lilás, sárgás cucc, ami lóg róluk, találok egyet, megmutatom, és azt ilyen nagyon könnyen lehet farmolni, hogy őszinte legyek. És ahogy elnéztem, tehát azokért is vásárolhatsz majd ilyen depth cuccokat. Ott van. Ez a cucc itt. Lelövitek, és akkor... és ezt a Gorgaricus port, ezt be tudjátok váltani. Hogy hívják, nem? A depth modulokért, vagy a becsöm a nevük.
A másik meg ugye tök jó, hogyha például mit tudom én most ez a szar nem vesz be semmi damage-et bónuszként, akkor bónusz ilyen cuccokat kapsz, ami nem egy rossz dolog. Szóval azt kell mondjam, az itteni küldetések jobban tetszenek, mint a cetusok. Nem kevesebb farmelsz, de észszerűbb a farmolás, tehát talán nem kell olyan sokat farmolni, mint cetuson, de úgyis plat gazdag vagyok, úgyhogy valószínűleg az ilyen kitgalokat meg ezeket megveszem, viszont az árkéneket, megnézzük az árkéneket? Lehet, megnézzük azt is. Az árkéneket valószínűleg azt ki kell farmolni, nem téma. Hát, mit jön? Garudának is van nuke buildje, láttam YouTube-on valaki kirakta. Minden bizony ahogy van, tehát nagyon-nagyon-nagyon gyorsan felszokták ezt fedezni. Amire én fókuszáltam a Garudánál, az szimplán csapatfókusz volt. Én inkább azt vettem észre, hogy az igazi haszna az izékor van, hogyha így csapatban működik együtt. Tehát biztosan lehet vele szólózni, én inkább annak nem feltétlenül, rengeteg szóló frame-ünk van. Nem feltétlenül akarnám, hogy szóló legyen nálam. Úgyhogy de viszont én azt hiszem, hogy csapatban, ha ott egy Garuda, egy bármilyen játék, ott egy Garuda teljes mértékben. Rendben. Garudát kiszedni szívás, jó sok farm kell hozzá. Erik, hallod? Elmentem tegnap játszani egy kicsit, egy kis standinget összeszedjek. Megvan már a helmet, megvan már a system. Chase is csak azért nincs meg, mert még nem voltam azon a küldetésen. Ne basszál. Nem, de ilyen könnyen még Garudát nem szereztem, de azért megkaptam természetesen, megkaptam ingyen a Digital Extreme-től, de ha nem kaptam volna meg, mára már meg lett volna kb. Tehát így nem, nagyon durva. Nem volt. Ennyi idő alatt már a system, a helmet meg volt. Azt hiszem a két legritkábbik. Szóval... Bitch please. Ja, hogy nyersanyag. Hát, ez lehet. Nem részén néz ki a a nyersanyagot hozzá, igen, az lehet. Az lehet. Abban nem gondoltam vele, igazad van. Hozzá. Igen, arra nem gondoltam, bocsi. Ez van, amikor már egy elkényelmes lesz. Látjátok, arról megfeledkező, hogy mekkora grind van egyes dolgok között, de a másik, azt elfelejtettem mondani, igen, hogy hát srácok, én úgy indítottam, hogy azért elkötöttem 600 platot 30 napos boosterekre. És ezt most ilyen halál komolyan mondom, szóval nem, na, Chase is megvan már. Woo! De csak van egy Garuda szem. Na mindegy. Mit akarok mondani? Szóval őszintén mondom nektek, szerintem szerezzétek meg azt a 600 platot azoknak, akik csak Fortunán vannak. Na ez az a megkekelhető terminál, amire bele lehet tenni egy Data Mask, ha megölsz itt a környéken valami enemit. Tehát én úgy indítottam, hogy 600 plat és vettem 30 napos boostereket. Affinity boostert vettem. A credit boostert, bocsánat, a drop chance boostert és multipliert. Tehát, hogy minél gyakrabban, minél többet, minél. És szerintem, ha nem akarsz a végtelenségig farmolni, akkor csak így lesz rá esélyed. Vajon bejönnek a pókok? Na én most már nem szerintem kimennék. Ilyenkor mi van? Ilyenkor ki dob a játékból? Hopp! Én kimennék, srácok, bocsika, de engedjetek ki! Ha, ilyenkor ki fog engedni? Amúgy vagy. Vagy nem. Ah, köszönöm szépen. Egy rendes arc. Igen, de nem... Ja, jó, de hogyha Leaf Squadonok, akkor...
Ha liftskadolok, akkor nem, akkor már nem, mert még egyszer sem liftskadoltam, amióta bejött a Fortuna. Akkor liftskad, tessék. Migration. Healer! Szia! Te az a healer vagy, öcsém! Mikor beszéltünk utoljára? Hát nem fantasztikus. De... rossz irány. Akkor nem veszik el a reward. Hát elvileg. Még nem próbáltam. Reméljük, hogy tényleg így van. Lesz Starket valahogy farmolni? Hát néha a Void Trader hoz hozzá ilyen cuccokat. Ölje bossokat és akkor megtalál a Stalker. Mit akartam? Ja, az árkénekre rá akartam nézni a kitganoknál. Lássuk, milyen árkéneket hoztak be, és mit akar... mit fognak tudni. Paxor, Unrend, Accuracy while Airborne. Hát bele ne halljak. És kevesebb fegyver visszarúgás. Hát ez szar, ez már nem kell. Pax Charge, Battery Recharge Delay is reduced by. Hát ott gondolom ez újratöltéshez van. Ki a franc tudja, de eddig ettől sem estem hasra. On headshot kill, 12% chance for ability and efficiency and ability strength. No, ez már valami. Szóval, hogyha headshotot adsz, max rankon 50% eséllyel, plusz 30% képesség effektivitás és plusz 30% képesség erő a következő elkapcsolásnál. Azt a kurva! Azt a kurva! Hát ez mi? Bazd meg! Hát gondoljatok bele ezzel az árkénnel egy szarimba, egy farmolós hidroidba, egy rínóba, egy stomp rínóba, kivel kapcsolsz még gyakran képességeket, de volt ulti. Jézus Mária, ezt az árként, ezt ki kell vegyétek. Na ez valami, tehát az, azt a kurva. Nagyon beteg. Következő, on headshot kill, 100% chance for 4 projectile bursts from the target and seek heads of... az de rossz! Ez se semmi! Ez a Pack Seeker, ez azt jelenti, hogy 100% eséllyel kilő négy ilyen így nyilat valamit, hogyha megölsz egy enemit, vagy nem, hogyha headshotot ölsz, igen, ha headshotot adsz, akkor kilövöl ilyen kis tüskéket, igen, és ami hát felkutatja az enemit, tehát nem is az, hogy mellé lő, hanem a következő eneminek ad headshotot. Hát ez beteg. És már az a durva, hogy mennyire lesz erős ez a valami, és okoz-e mondjuk vérzést, vagy ilyesmit. Nagyon durva, na jó. Az utolsó két mód, azzal kell kezdeni, gyerekek, tehát az egyszerűen nagyon durva. Térjük rá egy kicsit, próbáltátok Garudának a nyílpuskáját? Mert ha igen, akkor nem mutatom meg, de ha nem próbáltátok, akkor megmutatnék valamit. Várj, mert már a nevét is elfelejtettem, de azt tudom, hogy kurva OP. Mutatnék valamit Garuda nyílpuskájáról. Nem a frame, a nyílpuska, a nyílpuskáról. Figyeljétek, nagyon komoly lesz. Jaj, bocsánat, Geri, igen, láthatsz egyet. Ha nem tettem tő... Igen, mindenképp. Úgyis oda megyek majd, meg fogom mutatni. Köszönöm szépen, Gegeroli. Köszönöm. Nemrég alakítottam át, annyira unatkoztam a Warframe-vel, hogy más dolog nem volt, csak átalakítani az egész hajómat, úgyhogy minden díszt, ami előtte volt, kiszedtem, és elkezdtem egy újat csinálni. Még nem fejeztem be, most van mit csinálni a Warframe-be. Úgyhogy... Jó, gyorsan mutatok egy Wukong buildet. Illetve valószínűleg 3-at, mert még én sem tudom, elégre játszottam vele. Aha, igen, ha van benne egy Rage, akkor ez a Survivor buildem, és
Hát nulla, ez a build, ez kijön neked nulla formával is. És az, én azért szerettem a Wukongot, mert nulla formából egy nagyon erős frame-et kaptál, ahol hogy a kettes képesség folyton be van kapcsolva, a Rage meg gondoskodik arról, hogy visszatöltsd az energiádat, és nagyjából ennyit fogyaszt a kemény kettes, elkapcsolod akkor 35-öt és 2 energy per másodperc, ami teljesen elfogadható, mert a Rage az mindig vissza fog tölteni, tehát sebeznek annyit a Wukongon. Kelleni, majd nem biztos fog kelleni hozzá Tenno majd Szepti a nagypók megöléséhez. Config B, ezt már magam sem emlékszem mire csináltam, de valószínűleg ugyanezzel is túlélsz, tehát valószínűleg kicsit több erő. És régen volt a nu hát jaj, kicsit átalakítottam a dolgokat már itt, de amit ajánlok neked Survivorre, az ez lenne. Egy ilyen alapbuild. Valaki kérte Garuda. Opa, jó. Valaki kérte volt a báza buildet is, akkor az videónál, akkor azt gyorsan megmutatom, hogy én mit csináltam a bázára. Ez az én báza buildem, az Elemental Damage természetesen megfelelő az enemy fajtára, ami van. Ezt használom ott, Happy Days. Mi a neve annak az íjnak? Megint elfelejtettem megnézni. Nagantara. Ez a neve az íjjának. Na figyeljétek ezt a szart. Ez a nyílpuska elméletek nagyon beteg, de a sajnos figyeljétek, ilyen vérzést okoz. Hát ez valami überbeteg. És 155-ös heavy gunnerről beszélünk, oké? Okay? Ez valami nagyon durva. És még egyet akarok mutatni, mert most az egy kicsit csalok, tehát című történet, mert korrozív damage-en vagyok, de a jó dolog benne, még hogyha mondjuk a Malignant High. Belakjuk. Így, viral damage, oké, okay, tehát viral damage. Csak az a baj, hogy ugye egy lövetű, így inkább látszik, hogy ilyen Fortunára van tervezve című történet, tehát egy Survivor-ra nincs vele esélyed, mert túl lassan lő. És ott gyorsnak kell lenni. Szóval most viral damage-en vagyok, amire elméletileg ez a szar, Heavy Gunner, ez nem érzékeny, ugye? De még viral damage-en nem fog kiírni a nagy számokat, de figyeld már! Hát mi a fasz? Ja, és hát ugye az Argon Soap, hogy meglegyen az a bizonyos crit, azt az életfelezést nézzétek, egyszerűen gusztustalan, ahogy beüt még a Viron is. Nagyon durva ez a izé. Szóval, ja, ezt meg akartam mutatni. Ja, igen, de még így is, tehát igen, ezt elfejtettem, de hogy őszinte legyek, nem az az íj, amit szívesen köszönöm a subscribe-ba. Nem az az íj szívesen, amit úgy Survivor-re elvinnék. De gusztustalanul üt mindenképpen. Tehát csak annyi, hogy az argonszkóp miatt, ha használsz bele argonszkópot, nem muszáj, akkor fejesre rá kell fókuszálj. De ahogy elnéz, hogyha még nem is fejbe lövöm, egyszerűen gusztustalan vérzést tud okozni. Ami nagyon, nagyon komoly. Ezt társítva ugye a Garudának az ultiával, ami megint csak gusztustalan vérzést okoz, tehát egyszerűen mi a fasz című történet, ez azért nem rossz. Na mindegy, elsőre, ha már Garudánál itt vagyunk, mondom, én csapatra fókuszáltam rá, amit viszont még tudom, hogy mi a harmadik cache-kód? Hát mindegyik kódot kiraktam a videóba is, kiraktam Discordra is, de a harmadik cashcode, tudom mi az, ott van a Facebookon, ki van rakva, meg a Discordunkon is ki van rakva, meg a videóm alatt is ki volt rakva. Kelleni fog a pók megöléséhez a Tenno, mivel ha odamész a Bounty ember mögötti ajtóhoz, ott át tudsz menni egy ilyen kis titkos
főhadiszállásszerű cucc és NPC akkor szól hozzád, ha Tenóba vagy. Vex a Solaris Faction a neve. Aha. Jó. Oké. Egyébként elmentem randomokkal, volt nálam egy vóban. Sniperon van meg egy fegyverek sinő volt, én nem mentem el erre. Nagyon magas erre, és gondolhatod, hogy mit csináltam. Lesznipoltam, igen, na hát. Ja, snipernek van értelme most már Vénuszon, ez így van. Necro meg volt már a giga, gigapolt még nem lesz meg, majd akkor lesz meg, hogyha behozzák az update-et rá, az nem most lesz, sajnos. Szóval Garudával mondtam, hogy még igazán nem tudtam eldönteni, hogy mit csináljak, de egyelőre ráfókuszáltam erre. A 300% körüli erőre, némi range-re és némi időre. Na most azt a némi range-et még ki tudom váltani egy power drift-tel, hogy feljebb emeljem az erőt, és csak azon szimpla ok miatt, mert akkor ugye 78% élet per másodpercet tölt vissza, és mindezt egy 8,5 méteren, hogyha power drift van benne, 9,5-en talán, hogyha a cunning drift van benne 160 akárhány százalékos range-en. Ez a build csapatjátékra mindenképp. Tehát, hogy őszinte legyek, még nem igazán szeretném megcsinálni a drágát szólóra, biztos lehet valahogy, de annyira nem izgat. A másik build pedig itt akartam volna megcsinálni, de még nem igazán tudtam eldönteni. A másik egy ilyen endgame csapatszerűség lenne, és gondolkodtam rajta, hogy hogy legyen. Mi a neve? De hirtelen akartam. Nem. Basszus. Már hat felé. Ja, szilcsárcs. Köszönöm szépen. Ahol mindenképp valami olyasmit akarnék csapatra, hogy a csapatnak nagyobb legyen egy kicsit a mozgási területe. Nem vagyok benne biztos, hogy működne, de valahogy így nézne ki, hogy overextended. Stretch. És cunning drift együtt, akkor utána bejönne, hogy intenzi, fáj, bejönne egy augur, secrets, bejönne egy, hát valószínűleg egy power drift, és akkor 100% fölé tudjuk emelni az erőt, continuity, flow. És még van 18 helyünk, 150 idő. Vagy még berakunk valami időt, mint Argur Massage, hogy ha endgame-ben vagy, az ember kevésbé tud figyelni arra, legalábbis én kevésbé tudok figyelni arra, hogy képességekre kapcsolok, ezért szeretem, ha minél több idő van. És akkor ugye, hát Arkane-nek valószínűleg beraknék egy Guardian-t, fene, egy fene, hogy legalább egy lövést kibírjon. Tegyük fel. De ez megint csak ugye mondom, hogy nagyon tetszik a Garuda amiatt, hogy csapatjátékos. Hogy csapat, és végre megint egy solo frame-et kapunk. Nekem legalábbis inkább annak tűnik, hogy inkább csapat felé hajlik, mint szóló felé. Szóval, mint Arcane Guardian, és hát a második Arcane akármi lehet. Tehát, ami, jó, hát nem épp egy trickerim, de akár lehet, hát egy strike sem. Jó, akármi lehet, nem egy strike, nem egy trickeri. Hát nem tudom, mondjuk egy awakening, most mondtam valamit. És valami ilyesmit vinnék endgame-re, hogyha van körülöttem egy csapat, ami meg tud védeni, és én meg tudom védeni a csapatot. Című történet. Igaz, csak 27% per másodperc élet, de ha az ember endgame-re kész, akkor eleve visz olyan frémeket, amik többek szabályozóak. Ugyebár, és ugye mint Garudával, az elmélet az lenne, hogy a háttérben meghúzódva
a kettes képesség aurája alatt, ami 75 méter, de 15 méteren gyógyít, szóval ez nagyjából valahogy így fog kinézni, szerintem. Szóval azt nézed, hogy kurva nagy aurája van, és a 15 méter az hát nagyjából ennyi. Szóval egy ilyen távból gyógyít, így megengedi a csapattársaknak a, hogy hívják ott, a mozgást. Bocsi, srácok, ne. Szóval, megengedi ezt a mozgást, és rögtön, hogyha valami sebzésérőket összetudja, hamarabb összeköttetésbe tudnak lenni, ahogy a megfertőzött, vagyis a felnégyelt enemivel. Hogyha például, hogyha még itt lenne egy Oberon, Hallowed Ground-dal, meg az is élettöltéssel, a csapat szinte halhatatlan lenne. Viszont amiért úgy döntöttem, mert ugye gondolkodtam ezen a build-en, viszont amiért úgy döntöttem ugye, hogy ez lesz az elsődleges és általános build, még akkor is, ha véletlenül belefutok egy olyan csoportba, ahol Paracelsus, ez mindjárt megmutatom, azt hiszem, igen. Még akkor is, hogyha belefutnék egy csoportba mondjuk, akivel valami oknál fogva endgame felé haladunk, mert hogy jó a játék, jól megy a játék, akkor mégis azt használom általános buildnek, mert kurva sok téletöltést ad vissza, és az a, hát az a 8 és, opa, kéne némi energia talán, az a 8-9 méter körüli élettöltés az nem rossz. Szóval ez egy ekkora terület, és nagyjából egy ekkora távtól gyógyít. És ez a terület, ugye, aki bejön, az sebződik, happy days, és teljesen elfogadható support. Tegnap előtt jártam egy gyerekkel, elmentem polimert farmolni, Oféliára, és hát ó, Ofélián kibírni egy órát, nem nehéz tényleg. És olyan halál nyugodtan ben voltunk egy óráig, az idő hányados is megfelelő, tehát ez a 25 másodperc úgy megfelelő, én még ennél még úgy oda tudok figyelni, mindig be lenne kapcsolva, és természetesen a shield az mindig ott pofázott előttem, szóval a shield-el együtt Garuda kurva erős, nagyon komoly. Hogyan is lehet hány perces nézem a live-ot? Hát ott írja, hogy hány perce megy a live. Mármint hát azt nem tudom, hogy, hogy te megy ott a nézte. Ja, hát és ez a másik kusztustalan valami, hogy ez a charge, ez egyszerűen fantasztikum getsz. Tehát ez mi a pörcs? És ugye erre, hogyha még marad energid, akkor még ráultizol, hát ez egyszerűen nagyon durva. Szóval a Garuda nagyon erős, de csapatban erősebb, én azt vettem észre. Nézzára egy jó buildet, hát most csináltam, nézzára egy jó buildet. Szóval várjál, kértétek, akkor sorba megyünk. Para... Mi volt ott? Paracetis? Vagy... Lehet, hogy meg sincsen már. Ja, lehet. Hát biztos, hogy nincs. Happy days. Igen, ulti, igen, na mindegy. Csak eddig, hát level 70-ig, ulti nélkül, csak az egyest használva nem volt gond kiirtani a pályát. Nagyon durva volt. Jó, Mili, tényleg. Para, 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 para. Ezt bildeltem rá ki. Csináltam másikat? Nem. Szóval ő lenne az enyém. Amit tud, az ez. Kicsi, opa, kérlek, ne csináld ezt. Ha már elkezd felépülni a kombója, akkor ha ettől erősebb buildet akarsz, akkor ne használd a Sacrifice modokat. Használd a rendes modokat, csak hát majd ha egyszer Sentienteket kell ölni, akkor mindenképp használd a Sacrifice modokat. Szóval én így szeretem az enyémet, nem mint hogyha használnám.
És ahogy amúgy nagyobbra megy a build, annál szebb és nagyobb számokat kezd el majd kiírni. Háromszorosnál már olyan 10.000-es körüli számokat fogsz kapni. Akkor milyen build vagy? A Wukong buildet mutattatok. Még egyszer ezt megmutatom. Tehát ilyen volt. Ezt csináltam Tempo Royale szimplán csak azért, hogy több enemit érjek el vele. De megesett, mivel a Sentientekkel amúgy is nagyjából lehet, hogy egyenként harcolsz, így a Cleaving Whirlwinddel jobban megéri című történet, de halál mindegy. Mi az Néza? Nézát kértetek. Néza, hölgyeim és uraim, ezt használom. Adaptation mod, az most már mindenképp benne van. Teljes mértékben jó build, boldog vagyok vele. El tudok vele menni. Ez egy ilyen régi ulti build volt, hogy tömegszabályozás legyen. Annyit csinálta vele, hogy beleraktam az adaptation-t. ezt meg már nem emlékszem. Ezek mindig a harmadik build az nálam általában ilyen... ja nem, várjál! Ja nem, hogy volt? Augur Sequence Adaptation, nope, ez... igen, Equilibrium. Equilibrium Adaptation, azok nagyon rádolgoznak a túlélésre. Hogy őszinte legyek. Ha nagyon akarod még, hogyha tudsz rá figyelni, akkor kiveheted a Vitality-t, és berakhatsz helyette valami mást. Akármi. Tehát, hogyha tudsz arra figyelni, hogy a hármas képességedet folyton elkapcsolod, akkor vedd ki a Vitality-t, mert nincs értelme használni. És... rak be valami akármit, több erőt, vagy blablabla, akármit, ami neked jól tetszik, de én nem feltétlenül tudok figyelni endgame-nél, ezért szeretek kibírni legalább egy lövést, mert akkor kapok észbe, hogy hoho, el kéne kapcsolni a képességet. Úgyhogy ja, ez tömegszabályozós build, ez meg általában ilyen kísérleti buildek, hogy arra ne figyeljetek, de az első build az, amit leggyakrabban használok. Mi volt még? Ja, Kubrok. Kubrok. Öcsi, gyere. Találtam egy gusztustalan birdet szerdusokra. Vagy már az ilyesmire izgat. Dehogy nem izgat, Kidó, csak majd válaszolok. Tegnap farmoltam, mint voltam izén. Ja, recent, oké. És már kaptam ilyen faszom meka izéket a Kubróra, és azt kell mondjam, hogy kurva jó eddig, de annyi biztos, és kaptam egy ilyet is, Pain Threshold, ez szar ez a mód, Faster Stagger Recovery, tehát hogyha így, hogy mondják ezt, megszédülsz az ütéstől, akkor gyorsabban helyre jössz ettől. Lehet, hogy nem lesz hülyeség, Dreadbuild, mindjárt mutatom. Lehet, hogy nem lesz hülyeség ez a mód, hogyha a nagypók ellen kell harcolni, mert lehet, hogy sokszor fogsz így meginogni, hogyha arra a harcra kerül a sor. Úgyhogy... van olyan, hogy new? Nem. Úgyhogy lehet, hogy később ez nem lesz hülyeség ez a mód. Szóval a Mecha Overdrive-es status linket ad a Kubrónak, ami mindenképp szerintem nagyon durvává teszi, és ez több shield recharge-ot ad a Kubrónak. Van egy ilyen, hogy Thermamagnetic Shields, ami szerintem nagyon beteg, hogy őszinte legyek. Enemies explode on death dealing 20 magnetic damage. Tehát magnetikus damage-et ad az enemiknek, hogyha felrobbannak. És ez a Deathronba van. Szerintem tök gusztustalan, hogy őszinte legyek. Tehát ami bármi... A Deathron az mindig egy erős fegyver volt, de hogy a Warframe stádiumain belül számított mindig erős fegyvernek, és az új modokkal még erősebb, és ezzel csak viccesebb lesz ebből a szempontból. Combustion Beam, azt már ismerjük. Ugye? Ezt már ismerjük. Killed Explosion. Ja nem, ez bármelyik primary fegyverre rámegy, felrobbannak az enemik. 100 damage-et dílelve, hogyha... izenek. Tehát ez ilyen modok, mint ez ilyen fun, és ez ilyen trash fegyverekbe simán belerakod, és mekkora móka című történet. Tehát ugye elmész szórakozni, és egy ilyen szarva belerakod. Kinetic Ricochet, ez szerintem is tök móka a tetrába. Lepattannak a lövések, és tovább haladnak 5%-nyit alapból. Szerintem a tetra egy ilyen
oké fegyver. Tehát a tetra lenne tipikusan az, amivel beleraknám ezt a kambás csömbémet és ezt a kinetic ricochetet is, és szerintem nagyon tekkolaterált. Nem, tartsad meg! Nem buggálnak. Mecha Pulse, azt is, tehát így egész, mennyi mecha modot szedtem össze? Már van három mecha modom, szóval ez így, de egész jól haladok a küldetésekkel. És, tehát ez mind, ez Warframe-be belemegy, hát ha van egy olyan Warframe, amit szeretsz kutyákkal használni. Tehát amit észrevettem most a Warframe-nél, hogy véget ért végre, mondhatni végre, véget ért a Warframe-ben az az időszak, ami csak arról szólt, hogy Vitality és Intensify, Flow és Continuity, és akkor jó vagy, mehetsz endgame-be akárhová, véget ér most ezt az időszak, és kaptuk ezeket a mod setteket, ami önmaguk modolása, tehát mutatok egy példát, Revenant, most tegyük fel. Itt van. Tehát ez az önmaguk modolása, mondjuk, és benne van az összes augur szar, és akkor azt mondom, hogy bazd meg ezt, és bazd meg ezt, és azt mondom, hogy mit tudom én. Mekapulz. Voilà, Sefini. Visszarakhatom a Vitality-t. Berakok egy Mekapulzt. Happy Days. Berakom így, és van egy megkapulzom, mit tudom én. Tehát így véget ért az, hogy már nem feltétlenül van értelme az, hogy a legópébb buildet csináld meg, hanem csinálj egy buildet, amivel jól szórakozol, és... Most hol a faszba van a megkapulzom? Ah, jó, itt van. Csinálj egy buildet, amivel jól szórakozol, Happy Days. Fogd meg a kutyádat, és rakd be oda is. Kutya! Apa, nem appearance, az senki, de... Ezt azért jól megcsináltam, igaz, srácok? Tehát a dísz az úgy pont ott van a kutyánál. Nagyszerű. És akkor mit tudom én? Itt vannak az új meka. És hát a bite-ot nem veszük ki, és ezt se veszük ki, ezek jól jönnek, animal instinct jól jön, a stalk, ez mindenképp kell, pack leader-t mondjuk attól megszabadulhatunk, a szarnak se kell, mondjuk, de, hát attól függ, a survivor-ra meg, akkor kell. De mondjuk link shields szarnak se kell, nem érdekel. A Medipad kit, nem érdekel. Berakom mondjuk ezeket, és felhúzom maxra, és akkor voilà. De egy idő után, mit tudom én, lecserélem az összes mecha. Az összes faszom szar modot, ezekre a mecha modokra, ami jönnek. És nem csinálok más, csak elmegyek és tudom, jól szórakozom, és jól érzem magam. Nem kell egy ilyen min-max build című történet, csak van egy ilyen faszom egyszerű augúros buildem, ami ugye mit ad? 24% erőt ad, hogy minden képesség elkapcsolásnál. Tehát, bocsánat, tehát 200% shieldet ad, 200%-át az erődnek, amit felhasználsz, az energiának, amit felhasználsz, shieldé átkonvertálja. Voilà, Sefini. Ugye egy ugyanilyen buildet megcsinálhatsz heróra is, és így boldog, és elszórakozol. Tehát így nem tartunk már ott, hogy ilyen kurvára kimaxult, és a legópémnak kell lenni, mert az a király állsz. Tehát annyira már átalak, amúgy köszönöm a csírt, Ichirio. Szóval örülök, hogy egy ilyen irányba megy a Warframe, mert most már akárhogy szeretnék, vagy nem szeretnék, nem minden arról az endgame-ről szól, ami annyi, hogy menjél el nagyon-nagyon hosszú ideig, hogy minél nagyobb enemiket le tudjál ölni.
Azt is simán meg lehet csinálni, csak már nem nagyon látom értelmét, nem úgy, mint régen. Régen ugye volt értelme elmenni óráig, 2 óráig, 3 óráig, 4 óráig, mert olyan volt a farm, hogy maximalizálni akartad az esélyét annak a tower kulcsnak, akkor igazi értelme volt elmenni sokáig. Most már nem kell elmenni olyan sokáig, de ezért cserébe megkaptuk ezeket a változatosabb modolásokat, viszont annak, aki szeretne elmenni olyan messzire, annak teljes mértékben megvan rá a lehetősége, mert még mindig lehet olyan kurva OP, sőt, talán még OP buildeket létrehozni, mint régen, és elmenni olyan sokáig. Minden egyes modot a maxra fejleszteni. Hát, hogyha azt nézem, hogy csak ezek a 10-es modok egy millába vannak, nem. Egyáltalán nincs kedvem kifejleszteni őket. Tenno, I'm on alert. It will Necrocream be marked inbox. on Mit navigation. küldtetek az Isten szerelmére? Ah, köszönöm szépen! Ah, nagyon cuki vagy! Hát igen, ez mindig jól jön. Ez mindig jól jön. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy még nincs elég gallium. És azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik küldtek nekem galliumot annó. Kurva jól jött, és hát ezt hoztam össze belőle, és tök jó, tök jó. Még tervezem. Az igazság az, hogy itt hátul még nagyon nem vagyok kész vele, és ezt a szobát teljesen át akarom alakítani. Innen is minden díszt kiszedtem, és én azt hiszem, hogy be fogok vásárolni argonkristályokból, és telerakom az egész, és egy ilyen argonkristály barlangot fogok belőle csinálni. Nem tudom, hogy hány 100 000 plat lesz, de valószínűleg ez fog történni, hogy őszinte legyek. Na, srácok, elméletileg lejárt az 1 óra, az első óra, úgyhogy tartom magam az ígérethez, és sorsoljuk ki az első platot PC-re, majd Xbox-ra és PS4-re is. Oké, benne vagytok? Úgyhogy most, amit fogok csinálni, beindítom a Nightbotot, és akkor majd azt fogom kérni, hogy spameljétek szét a chatet. Pilcsillanat. Authorize. Ah, gyerekek! Giveaways. Na, ha szeretnétek részt venni a PC plat sorsolásban, akkor lőjétek szét akármivel, akár Watch Time-mal is a chatet. Szóval van vagy 5 PC-s kódom, és igazából nincs okom nem kisorsolni az összeset. Még öt perc. Király, nagyon bírom amúgy, amikor szétfel. Tök jó. Na, annak, aki szeretné, hogy legyen plat. Elméletileg 75 platról beszélünk. És spam. Az eljön ilyenkor a Nightbot, az nem. Oké, szóval a PC, ez az ennyi lenne. Oké, jó, most már nem. Vagy késik most a Nightbot, mert egyszerűen nem bírja betölteni az összeset. Álljatok meg egy kicsit? Állj, chill. Álljatok le egy kicsit. Lehet, hogy késik a Nightbot, mert valami nem stimmel. Komolyan mondom. Chill, állj, ne csede, oké, bejöttetek. Jó, egy pillanatra megálltok, volt ideje a Nightbotnak összeszedni magát, és behozni az összes usert, mert de még mindig nem hiszem, hogy csak ennyi van. Azaz, növekszünk. Oké, akkor várunk egy kicsit, amíg. Ez nagyon durva. Oké, jó van. Jézus Mária. Oké, ki hány percnél jár? Most már azt írjátok, hogy ki hány percnél jár a Watch Time-ban. Kicsit amúgy lelkiismeret furdalása van, annyira jól esik, hogy ilyen sokan vagytok, és hogy csak ennyire kevés platkódon van egy emberre, és annyira szar, annyira szeretnék, hogy mindenkinek a... jó van, tényleg növekszünk. Csak egy kicsit lassú a Nightbot, egy kicsit nehezen veszi az adást. Veszik ennyi volt.
Gondolom végig, mint hogy kitolom YouTube-ra ezt a streamet, és akkor valami hülye végignézi ott a YouTube-on a streamet, és így ezeknek mi bajuk volt? Tehát így gondoljátok, hogy hát ezek nem normális, akkor mostan, 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 mostan. Aha, a Nightbot elkapott valakit. Ott doplatolt. Á, nagyon komolyak vagytok. Hű, nem tudom, hogy... Nem tudom, hogy még növekedni fog, de srácok, itt az ideje sorsolni. Jó? Tehát eddig 117-en vagytok ott. És reméljük, hogy minden működni fog. Ugye azt tudod, hogy lehet Ability Strength adni IQ-nak-szal. Akkor ott a Power Donation Aura. Igen, 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 igen. Hát mi lehet azzal... Hát igen, ez is... Igen, igen. Igen, ez így. Tehát például a Power Donation is az eléggé gusztustalan. Gusztustalan lett. Pozitív energia. Oké, mehet srác 123. Hú, bazd meg, ez nem fog egy hamar leállni. Oké, első roll. Első roll, most már elég. Clam Studios! Gratulálok! Szép volt, azt kell mondjam. Clam Studios, amit fogok csinálni... amit fogok csinálni, elküldöm neked egy... Whisperben az egészen. Az egészet, ha minden igaz. Hogy is volt a kereső? Ah! Clam Studios. Fantasztikus. Szóval átküldöm az első platkódot neked egy Whisperben. Remélem PC vagy. Oké. Okay. Na most, kedves PC-sek, szeretném, hogyha nem trollkodnátok. És... Parancsolj. Szeretném, hogyha nem trollkodnátok, és hagynátok az Xbox-osokat nyerni. De hogy ezt kiküszöböljük, és hogy egyszerűbb legyen, akkor most annyit... annyit szeretnék kérni, de Clem amúgy te már nyertél tőlem szerintem platot. Annyit szeretnék írni, az aki... Pa 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 cancel keyword beállítjuk, hogy keyword Xbox Na, akkor srácok, annak, aki Xboxos és néz engem, akkor annak azt kell most beérnie a chatre, hogy Xbox. Oké? Okay. De kérlek, csak azok, oké? Okay. aki Xboxos esetleg és itt van és néz, akkor annak épp itt az ideje, hogy beírja azt, hogy Xbox, és akkor onnan fogom tudni, hogy ki az, aki... aki Xboxos és nyel. Szia, Sniper! Nem vagyok Xboxos. Aha, jó, vagyunk-e páran? Helyes, helyes, helyes. Hál' Istennek nem olyan sokan, szóval nincs a legkisebb furdáson, kitom azt-e vagy mégis. Igen, csak Xboxosok írják be azt, hogy Xbox, és akkor úgy fair lesz, és kitom sorsolni. Új Sentinelhez 4 fegyver van? Hát én úgy vagyok az új Sentinel, hogy annyi fegyver van, amennyit csak belerakok a többi Sentinelből, hogy őszinte legyek. Xbox. Jó van. Oké, Péter. Egy tárcsás telefonról vagyok. Hát örülök, hogy tudod nézni a streamet egy tárcsás telefonról. PC Master Race, agree. Taknyos vagy. Megjött a dob, display glyph, oké. Okay. Jó. Oké, okay. Ennyi. Xbox-osokkal könnyebb a dolog. Roll it,
Geri, az anyád úristenét. Te nem kapsz szart se, te nem vagy Xbox-os. Taknyos vagy, te Xbox-os vagy? Jó, akkor te kapod. hát beszélünk. Ha kijönnének a női borsonok a gépből, hát megtaláltad a témát, fiú. Nem arról van szó. Hát a legfontosabbat elfelejtettem elmondani Garudáról. Szóval taknyos varjú. Akkor keressünk rád. Taknyo varjú. Küldöm a Whispert neked a Xbox-os kóddal. Ctrl-C. Azt kell, hogy mondjam, srácok. Azt kell, hogy mondjam, hogy az embernek, mert nálam az ember a favorit, ha a segről van szó. Ő a tuti top nyerő, nálam az ember. Köszönöm szépen, Varju. Ő nálam a tuti arc, de megláttam most Garudát, és azért azt kell mondjam, hogy az embernek nagyon nagy versenytársa akadt. Tehát mindjárt sorsulunk PS4-re is. Ekkor, tehát azért hát ezt meg kell nézni közelebbről, gyerekek, mert hát figyeljetek már. Hát öcsém, hát mondd azt, hogy nem kell versenyre az emberrel. Hát, bitch please. Hát ezt nézd meg, hát ne viccelj már, hát hol van? Tehát komolyan mondom, itt már nagyon elgondolkodtam, hogy az ember lekerül a favorit listáról. Szóval ez így nagyon kemény. Na, hol vagyunk most? Egy PS4-nél, oké? Okay? Annak, aki itt van engem és PS4-es, akkor most kérem szépen, hogy írja be, hogy PS4 a chatre. És olyan. Szóval nem tudom, mit szóltok? Na, nektek melyik a kedvenc feneketek a Warframe-eknél? Szóval én azt hiszem, hogy most így Garuda meg ember az nálam így top. Tehát így nagyon-nagyon-nagyon viszi. PS4. Jó van, jöttök. Öcséd nyomja PS4-en az ér. Hát, pipain, jó, egy a fene érjen. Szeretjük az öcsédet. Kora. Na igen, igen, a Kora se kutya, hogy őszinte legyek. Az azért baszki, igen, ez igaz, bazd meg. Szóval azért a Kora is, Kora se kutya, az tény. De... Az igaz, hogy tud a drága. Hát igen, igen, csak az a, hogy egy kicsit ugye el van takarva, érted, és így, de az biztos, hogy neki is van. Az biztos, hogy neki is jön. Palvin Barbara segge. Ki a pöcsöm az a Palvin Barbara? Na, én azt megnézem. Sajnos nem vagyok otthon a magyar média sztárokban. Ki a faszom Palvin Barbara? Mássuk. Azt a kurva! Na igen, Palvin Barbara segges lenne rossz. Ha ez tényleg az, akkor oké, okay, nem tudom, hogy ő-e az, de... A fiatal szőkeszerű leányzó. Az nem rossz, az is jöhet. Na, oké, okay, akkor mehet a PS4 Rollaway. Happy birthday, tepsis krumpli! Na, tepsis krumpli kapta a játékot, és mehet, hogy tepsis krumpli... Megy neked a Whisperben a PS4-es első kód. Ctrl-C. Pa-pa-ra. Got it. Már így. Happy birthday. Jó van, srácok. Akkor megvoltak az első placsa. Srácok, Xbox PS4, mindenki happy. Igaz? Sarin Prime. Hát ő... Sarin Prime jó. Ő az a MILF kategória, hogy őszinte legyek. Tehát ő... Az, aki ez... Geri, nem kapsz plotot, te megkaptál plotot. De jó, igen. Bocs. Miért nem enged be a Warframe-ikon? Mert nem jól írod be a jelszót. Vajon ezért miért? Hogy érzem, miért van olyan?
Pici, már volt sorsolás. Hát az volt az első, amit kisorsoltam. Mirázs? Hát, a Mirázs nem rossz ember, de... Hát nem tudom, hogy őszinte legyek. Olyan, meh, na, nem rossz. Igen is, meg nem is. Nem tudom, Garuda ember. Valahogy így. Szarint meg szeretjük, mert nagyon mellé érted. Na jó. Elég volt a, hogy mondjam, a szexista dolgokból. Egy kicsit. Mondom, vagy ember, vagy garuda, vagy mind a kettő egyszerre. Ja, Garudának még nem mutat... Amúgy mit szóltok például a Garudának a kis karmaihoz? Hogy őszinte legyek, nekem tényleg inkább egy olyan passzív képességnek tűnik ez a kardozgatás. Én ezt csináltam rá. És... Nincs sok százalék kritje, de számítok azzal, hogy fel tudok buildelni legalább egy háromszoros combo multipliert, és a Weeping Wounds, Drifting Contact és Condition Overload rádolgoz a státuszra, abból szerintem el tudok érni 100%-ot, és akármennyi kritet bead a Blood Rush, de tudjátok mit, próbáljuk ki. Akármennyi kritet bead a Blood Rush, azzal boldog leszek. Szerintem nem olyan nagy szám ezek a karmok, de annak, aki így szereti a izét, Baza build volt már, megmutatom. Ja, Chewy szóló. Na, most már itt vagy, akkor meg tudom mutatni a Baza build-en. Akkor meg tudom mutatni a Baza build-en. Akkor már egyszer megmutattam, de én megmutattam szívesen. Kreditet kaptam. Ám a kredit is köztük van, az ajándékok között. Cím a történet. Baza. Ez az a baza build, amit láttál abban a videóban, amikor a Revenant-tal mentem és játszadoztam. Ez volt az. De most próbáljuk ki, hogy a karmokkal mekkora sebzéseket tudunk okozni, hogyha felépül hogy hívják? Felépül a Weeping Wounds és a Blood Rush. Oké, ez így egész kultúrát, hogy őszinte elkel. Nem számítottam, mert csak bemodoltam, de már nem próbáltam ki. A Four Riders stance modot használom vele, mert lecsap a földbe, és kurva gyors észrevettem, hogy kurva gyorsan észrevettem, hogy nagyon szeret, nagyon-nagyon jó a izé földbecsapása a karmainak, és a Four Ridersnek van egy olyan kombója, amivel földbecsap. Ez így elég beteg azért, ne? Na jó, erre nem számítottam, hogy ennyire erős lesz, hát én nem voltam, tehát mikor megláttam az adatait a karmoknak, én úgy voltam vele, hogy hát meh, érted? Semmi nagyon eszkra, de... Azért ez így nem rossz, az a Blood Rush és a státusz megteszi a dolgát. Nem igazán számoltam utána, mert... Tehát így kardokat már úgy reflexből modolok, látom ennyi a státusza, ennyi a kritje, és akkor úgy már ennyi év után az ember már úgy belerakja azokat a modokat, amit úgy már tudja, hogy működik. De ez így... Mennyi másodperc ez? 2-3. 3 másodperc alatt, egy 150-es. Heavy-t, korrózív damage-e vagyunk ellátva. Szóval a heavy az azért érzékenyebb rá, akkor lejön valami, ami nem érzékeny korrózív damage-re. Hol a bombard? Találjunk egy bombardot. És hogy azzal mennyire fogunk tudni megbirkózni. Ha korrózív damage-el vagyunk, mert ugye azért mindig nem fogok váltogatni, mert hogy éppen bombardot ölök.
itt azért már kicsit killódik, tehát jobban fel kell épüljön. De még ez se rossz, tehát... A Condition Overload azért gondoskodik arról az extra damage-ről. A szegény kutya hogy erőlködik? Jaj, hát jó abból, de cuki vagy, igen, öljed, öljed, talán holnapra meg is teszed. Hát ez... Oszta! Na jó van, azt mondom, hogy a kora karmai OP-k, nem? Tehát azért... Ez így nem rossz. Hopp! Mi a pöcs? De... Aj már! Na most ez egy ilyen dilemmát vett föl nálom korával, vagy mi a fene garával kapcsolatban, vagy mi a faszom a neve ennek Garudával kapcsolatban. Ez killod este, még nem láttál engem WC-lumban. Jó van. Ja, Dreadbuild, bocsánat, elfelejtettem. Na most ez felveszi a kérdést, hogy tudunk-e korára csinálni egy olyan szólósabb bildet, ami a karmokra alapoz. Dread. Dread. Ja, igen, itt egy kis csalás van nálam azért Dreadnél a izé miatt. De annyit mondok neked, ha nincsen Riven modod, no panic. Amire ráfókuszálsz, ha nincs Riven modod, az a slash damage, és az adott elemental damage, amilyen ellenfél ellen akarod vinni. Crit chance az megvan, ugye? Point strike-kal vital sense, hogy azt mind felszorozd, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos mod, ami a Hunter munitions-re hallgat, ez ugye slash státuszt okoz 30%-kal, hogyha critet lősz. Szóval ez így néz ki. Ezt meg tudom neked mutatni. Az a Hunter Munitions az ezt fogja csinálni a jó néppel. És elkezd nekik beokozni ezt rá. Tehát eleve nagy a fegyvernek a slash-e, és amikor ilyen nagyobb darabokat vesz le az életéből, akkor tudod, hogy ez a Hunter Munitions az működni fog. Tehát azt azért vedd figyelembe, hogy öljük a mögötte lévőt is. Szóval ebből a szempontból. Ja, és ugye erről beszéltünk, hogy a kutya megmárkol egy enemit. Látjátok, az meg van jelölve. És ha azt az enemit ölöd meg, akkor megkapod a mechamodok által nyújtott bónuszt. Ami most faszom sem tudja, mi volt a mechamodoknál. Talán armort kapsz, vagy életet, vagy valami ilyesmi. És ugye, vegyétek figyelni, hogy 155-ös Heavy Gunnerről beszélünk. És ja, ezt tudja csinálni. Eladtad a Dreadet? Jesszus Mária, nem szabad eladni a Dreadet. Hát, mert nem dobja olyan ritkán a Stalker, de egy olyan dropról van szó, ami ritkának számít, mert a Stalker dobja csak. Azt nem szabad eladni. És amint egy darabbal gyorsabban kezdi el levenni az életét, a Hunter Munitions, mint olyan már teljes mértékben mutatom, működik. Szóval még egyszer megmutatom. Ja, ez az enyém, ja, és ez a Rivenem rá. 100% damage, az bevallom őszintén, az rányom, plusz 75% slash, az rányom, de azért mondom, hogyha nincs Rivened, nincsen pánik, mert... Ha pofátlan akarsz lenni, akkor beraksz egy argonszkópot, de akkor azzal már végképp gusztustalan tudsz lenni. És berakhatsz egy Vigilant Armaments-et, hogyha akarsz, slash helyett. Berakhatsz egy Vile Acceleration-t, hogy gyorsabban tüzelj. Berakhatsz egy Hammershot-ot, nagyobb státuszért és crit damage-ért. Berakhatsz egy...
Tehát például, amíg nem volt vele rivem módom, addig Vital Sense és Hammer Shootot használtam, a kettőt együtt, és még nagyobb critical multiplier-t kaptam. Szóval, ja. Nekem van egy csomó Dread BP. Na, tessék. Csak sajnos nem lehet őket eladni. Szóval így akármit belakadsz. Renget, sok fajta build van a Dreadre, és mindegyik OP, hogy őszinte legyek. Szóval nem rossz. És mondjuk ugye azt a nagyon kevés státuszt, amit a Dread képvisel, azt a Hunter Munition-nel kihelyettesítem, hogy slash damage-et okoz. Szóval, ja. Szia, Necro, azt szeretném kérdezni, hogy milyen időközönként van Twitch drop? Óránként. Mi a vélemény a Hydroidról? Nagyon szeretem a Hydroidot, Gojun. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Hydroidot. Farmolni. De... Hydroidot igazából alacsonytól 50-60, max 70-es szintig viszem farmolni. Egy ilyen build-el. Nem ezzel, hanem hol van? Energy Conversion. Ezzel a build-el viszem. Mert ugye az Energy Conversion mit csinál? 50% Strength, hogyha felveszek Energy Orbot, és mivel hogy farmolok Energy Orbot, így felveszek mindig Energy Orbot, és ha elkapcsolom a következő képességet, kapok 50% erőt még rá, úgyhogy Happy Days van. Szóval, na most ugye erre mondtam azt, hogy bejön például az az Arcane, ami ott van Fortunán, a Kit Gunöknél, és következő energia elkapcsolásnál extra erőt ad. Vagy nem, hogyha fejest adsz a fegyvereddel, extra erőt ad. Úgyhogy az the fuck. Akkor még erősebbé lehet tenni például az olyan forsanyagokat, mint a hidroid formulásról. Hát létezhet, hogy 100 000 pénzt kaptál, hogyha jó sokáig. Desper. Szerintem oké a Desper. De őszinte szek veletek, én nagyon kevés fókuszt helyezek a másodlagos fegyverekre. Nagyon meglátszik, hogy melyik az a fegyver, amire fókuszt helyezek, ami le van formázva. Azokat a fegyvereket tartom igazából jónak, és azokra helyezek fókuszt. Na most a Desper, az köztük van, de csak egy formával. Úgyhogy nem használom, hogy őszinte legyek, de nem egy rossz fegyver. Úgyisten igazából. Szóval úgy... Endgame-re nem vinnéd, amit látod. De... Valamire úgy... haszna biztos van. Jó, igaz, viral damage-el vagyok itt, szóval... Nem mondom, hogy a legjobb lesz a Heavy Gunner ellen. De nem feltétlenül az a fegyver, amit Endgame felé vinnék. Ami Endgame felé van, az inkább egy... Eufona, Piranha, Hystrix kurva jó, Oxyletto, Aklex, tehát ezek így erősek. Hát jó, Geri, elég gyengusz, de azt nézd, hogy Heavy Gunner ellenembe rakjunk be valami olyan enemit, amit így le tud ő is darálni a szerencsétlen. Rakjunk, mit tudom én, Ancient Healer. Már nem tudom, mit nyomok, nem? Rakjuk be valamit, ami érzékenyebb izére. Lássuk, hogy mit csinál egy Ancient Healerre. Viral damage-re érzékenyebb. Szóval azért meglátszik a különbség, hogyha már egy olyan enemy ellen megyek, amire az elemental damage be van állítva, akkor a Desper is tud alkotni. Csak annyi, hogy meg kell adni neki azt a... azt az enemit, ami érzékeny rá. A catchcode-ot oda kell beírnod, elmész a Warframe oldalra, és a képernyőt bal felső sarkánál ott lesz, hogy... Mi lesz ott? Hogy... és a market alatt ott lesz, hogy promókód. És ott lesznek ezen. Miért mondod, hogy gyenge? Hát nézd már meg ahhoz képest, hogy 155-ös izéről beszélünk, Ancient Healerről. Mibe telik neki legyilkolni? És van benne faszom 10 golyó.
És szerintem ez nem olyan rossz, van ettől rosszabb fegyver is. Ne basszál már fel. Képes, 7000-eket kritálni, és golyonként 1000, tehát akkor most... Golyonként sebez 1200-akat, és 6800-akat kritál. Szóval most akkor, ha összevetem... Egy... hasonszőrű valamivel. Axstiletto. Tessék, az egy jó fegyvernek számít. Milyen damage-el vagyok? Csak ugye gyorsabban lehet lőni. Axstilettoval. Korrózív. Faszom, egy fene. Négyezreket kritál az Axstiletto korrózív damage-jel egy izére. És beüt neki slash és minden lószart. Szerintem ehhez képest, de akkor adjuk meg az Axstilettónak, amit szeret. A korrózív damage-et. Szóval, ugye akkor elméletek a Heavy Gunner érzékeny a korrozívra. Golyonként 2000-et üt. Szerintem, ha arányaiban nézzük a Desper, ha olyan enemy ellen van beállítva, amire az elemental damage-ed, szerintem a Desper arányaiban van ugyanilyen jó. Nem számoltam utána, de kiindulva abból, milyen sebességgel öl egyik másik. Ja. Mi a kedvenc fegyverem? Hát... nehéz eldönteni, srácok. Nem tudom. Szeretek sok fegyvert. Hát, inkább úgy mondanám, hogy vannak ilyen... kedvencebb modolásaim, amin így szeretek röhögni. És úgy el lehet majd például a Paris. Például a Paris azért, mert hogy van egy ilyen izém, Riven modom, ami ha ránéztek 207%-os crit chance-t ad, és ezzel így mindegy, hogy mit lövök meg. Ezzel a 200%-, mert röhely, értitek? Természetesen nincs rá szükség. De annyira élvezem ezt a über piros kritet, hogy szörnyű. Tehát így, és hát a Paris mindenre tervezték, csak nem arra, hogy Heavy Gunnereket öljön. És ilyen bitch please. 155-ös Heavy Gunnerről beszélek. Szóval, és ezeken a modolásokon, az ilyen fasz dolgok miatt, ilyen csak így röhögök. Hát, X-apó, meg tudom érteni. Egy kicsit így. Főleg, hogyha ilyen egyszerűbb játékokkal játszottál Warframe előtt, meg tudom érteni, hogy a Warframe teljes mértékben leköti a figyelmedet. Ebből a szempontból. Szóval, nem tudom, tehát vannak ilyen hülyeségek. Meg mit tudom én? Coolstar, régi ős kedvenc, az is tett ilyen, mit tudom én, 138-as multishot. Meg ilyen fasságok vannak benne. És az eleve ilyen OP fegyvert, azt még OP-vá tette, című történet. Csak akkora recoil van a fegyverre nekem. És az a vicces, olyan tömegszabályozást csinálsz vele, hogy így röhely az egész, nagyon komoly. Szóval, ja. Ezek nekem így mondhatni így a kedvenc fegyverek. Szóma. Ez a Soma build-em. Ja, hát csalok megint csak, ugye? Tehát ez... Ha nincsen meg ez, akkor megint csak ajánlok a helyébe egy Hammershotot például. Vile Accelerations, hogyha nagyon gyorsan akarsz lőni.
És úgy nagyjából jó leszel, tehát hogyha nincs Riven mod, nem pánik. Ha nincs Riven mod, nem pánik, mert... Azt se tudom, lehet, hogy lehet, hogy nem is korrozívem vagyok. Szóval Desper, az mennyit lőtt? 6000-es kriteket és 1000 golyónként? De higgyétek el, tehát Riven mod ide vagy oda, ha egy Hammershotot használsz Riven modot, Riven helyett, el tudod érni ugyanezt a teljesítményt. Mondjuk a Riven modot sem olyan, mint én sem olyan kiderék szereztem be rá. De ez egy olyan fegyver, ami a hatalmas tárjának köszönhetően és a gyors tüzelésének akármit ledarál az útjába. És ezért, ezért szeretem. A régebben, amikor még nem voltak ilyen OP módjaink, mint Argon Scope, meg a Rivenek, akkor mit tudom, beletelt majdnem egy tárba egy Heavy Gunner, és most azért végigmentem egy tárral egy ilyen négyes soron. Ja, Mirázs és Lenz, igen, egyértelmű. Szóval, ja. Mirázs Parasisis. Ég, az sem egy, de akkor már Mirázs Galantin, vagy Mirázs Grand Prime. Attika Rivennel. Na ja, megvan még az Attikám? Azt hiszem az volt talán az egyetlen nyílpuska, amit megtartottam. Nem, már nincs meg. Balzna, kitöröltem. Há, mindegy. Az volt az egyetlen nyílpuska, amit úgy megtartottam hosszabb ideig. De, nem, ja, Zug, nem is az Attika. Igen. Ez is egy csúnya fegyver tud lenni. És úgy általánosan, de azokat a fegyvereket szeretem, amikben van ilyen trash Rivenem, tehát trash fegyver Rivennel. Mint például, tehát nézzétek, milyen Riveneket tartok meg, szerintem meg sírni fogtok, tehát így. A dual keres, tehát ilyen Rivenem van, természetesen kimaxolva. Braton, de ezt még megsújtottam, mit csinál egy Braton egy Rivennel, tehát így. Jó Arkaplazmor minden, de hát őszintén ezt veletek, srácok, az Arkaplazmornál is csalok. Mert van egy ilyenem. De én nagyon szívesen mutatok. Tehát van egy Fragor, meg a... van két Arkaplazmor Rivenem. Várjál, melyiket használom, én se tudom. Lehet, hogy az egyik Arkaplazmor kisorsolom most? Mit szóltok hozzá? Szeretnétek egy Arkaplazmor Rivent? Nem tudom, még live-olunk, srácok. Van még idő, fogunk még. Equip Arka. Arkaplazmor. Upgrade. Mely, ja, az electricity-t használom. Szóval, amint láthatjátok, extra electricity, státus esély, ami az arkánál nem rossz. Extra damage, csak kevesebb sebzek a korpuszra. Hát, bele ne szarjak, hogy kevesebb sebzek a korpuszra. Na most megint csak MSN build helyett tudom ajánlani, a MSN szar helyett tudom ajánlani a Hammershotot. Mert azzal úgy megkapod a státuszt, és megkapod a critical multiplier-t, és az úgy kihelyettesíti a dolgokat, vagy egy vigilant ornaments-t, tehát az kicsit levesz a státuszból, meg ugye a sebzésből, amiatt, de a vigilant ornaments alapból dobni fog a sebzésen, csak ugye kurva sok nekem a izé miatt. Na. igen, a képernyő volt egy ládi, akkor kaptál egy lootot, igen. A lootot be tudod így váltani, meg tudsz kérdéseket felrakni, meg ilyen dolgokat csinálunk. De jó, nekem ez a Riven, tovább forgatom nem, de én tök boldog vagyok vele. A státusszal, meg az extra damage-el, tehát valami, ami kell az arkába. De mondom, Hammershot ez a Riven helyett, és akkor boldogság van. Igen, még Prime adok nélkül is aprít a fegyver, erős. Csak ugye azért rakok Prime adokat, hogy húzzam a státuszt, hogy magasabbra tegyem a státuszt. 100%-os státuszt is ki lehet belőle hozni amúgy. Nem is tudom, csináltam egy olyan bérlet. Látjátok, tehát egyre nagyobb státusszal is lehet csinálni. Itt van egy ilyen build is például, ahol már ilyen Vigilant Ornaments-el használok, de csak Corrosive Damage-el, és akkor adunk neki 13000-es Corrosive Damage-et 97-200 státusszal, 41 crit chance, critel és baszott nagyot sebez, 92 státusszal, ja. És megint csak
Arkoplazmor helyett. Na, de srácok... ki szeretné ezt a rivent? Szeretnétek ezt a rivent? Ha igen, akkor kisorsolom ezt a rivent, és odaadom. Valakinek. Yep. Hát most nem válaszolok azoknak, akik cseten értek. Köszönöm szépen, de... Arkan, azt hiszem erre is van egy rivenem, Arkan Tritonra. De, várjam. Ne haragudjatok, de... Srácok... Igen, Arka Triton, de azt hiszem arra is van elég, nem? Igen, tudom. Na jó, elég. Na, várjál, akkor melyik az csak, hogy ne felejtsem már? Heat és Crit Chance. Szerintem az egy tökéletes Riven. A múltkor kaptam volt. Na, akkor Knight botolom, jó? Kitörlöm a keyword-öt. Lehet spamelni a izét, a chatet. Ingyi riven, a jó riven. Hát igen. Jaj, bazd meg, tényleg. Ó, srácok, ne arrogjatok, nem kaptok ingyen riven. De hülye vagyok. Nem. Istenem. Bocsi. Aj, tudom, de volt kettő. Az Isten kurva élet. Ne, hagyjátok, mindegy. Nem. Az arka rivenemet nem adom oda azért. Nem. Mert emlékszem, hogy volt kettő Arka Plazmon rivenem, de akkor azt már kiadtam valakinek. Wish please. Igen. De tudom, hogy volt két Arka Plazmorom. Csak kiadtam, de várjál, mert... Valamiből volt még kettő. Tessék, ilyen hülye rivenjei vannak, hogy stuba. Tehát így, átlettetek bazva! meg Sidon. Mondjuk a Sidon nem rossz fegyver. Természetesen az egyik favorit nálam, Darth Flissort, Riven, annak muszáj meglenje. Lekváros bukta, srácok, sajnos. De tudjátok mit? Jóvá teszem. Kisorsolok egy másik platot, jó? Jóvá teszem nektek. Nehogy az legyen, hogy... Nem, ne legyen lekváros bukta, jó? Szóval... Legyen az, hogy 177 ember között kisorsolunk még egy platot, jó? PC-ről van szó. PC. Lehet? Izofruit. Remélem PC-s vagy. Ez komolyan, remélem PC-s vagy. Izo Fruit, Whisper, got it. Második PC is kod. Parancsolj! Kérlek szépen, ez is megvolt. Kész, srácok, kész, hey, már ki volt, már kinyomtam, lesz még, mert még van, jó? Chill. Lesz még, mert még van. Ne, gyere, most ki kell fújjam az orral. Lássuk, Kidó mit írt nekem az OP buildről. Igen, Hunter Munitions legyen benne, plusz Vajra. Jó, Cernus. Hát azzal elhiszem, hogy OP, te fiú. Hát azzal elhiszem, hogy OP. Mi van a Knellel? Miért?
Ki nyert? Izó Hun, Izó, az volt a nevem? Megmondom, hogy ki nyert. Izó Fruit. Ő nyert. Izó Fruit nyert. Az igazság az, hogy a Nightbot folyamatosan megy, szóval el van mindenki regisztrálva. Úgyhogy... úgyhogy no para. Na. Itt volnánk most egyelőre. Kérdéseim a következők. Van még valami, amit Fortunával kapcsolatban szeretnétek tudni? Esetleg valami más buildet, amit szeretnétek látni? De van még! Tiherinc, van még! Van még, ne aggódjatok. Ah, tessék, Garuda. Egyszerűen. Oké, csak kuva kell hozzá egy kevés. Torhoid, Radiant Zodian. Hát igen, ezek valószínűleg nehezek lesznek megszerni, Szolatori. Necron. Szeretnél látni Invited? Szerintem mindegy, hogy mobilról nézed-e, vagy PC-n, hogy őszinte legyek. Twitter Pro dolog még mindig össze kell legyen a Warframe accountot kötve Twitch-el, és úgy működik. Egy mostani nidus billet. Mutatom! Egy mostani... Ó, hogy ne? Van egy mostani nidus billetem? Hogy a picsába ne? Mostani nidus billet? Hogy a picsába ne lenne? Tessék, mutatok én neked egy nidus billet, öcsém? Parancsolj! Mostani nidus billet. Umbra Vitali Intensifier Fiber. Tessék! Ez a legmostanibb nidus billetem. De csak azért, mert jóló, mert hogy a nidus tök mindegy, ha nulla formával vagy nulla moddal viszed el, akkor is OP. Hogyha már OP, akkor legyen még OP-ebb. Járt körbe a hajót, szeretném kofizni. Jó, oké. Pillanat. Mindjárt körbe járom. Na, hát ja, ez így. A nidus, most én nidus, a többi build pedig, hát kísérleti. Ja, csak kísérleti. Vagyis a többi buildet nem egészítettem ki, amióta leformáztam ötször, hogy kihozzam belőle ezt a buildet, úgyhogy én ezzel mennék. Chroma Prime, azt hiszem ő belőle Umbrát csináltam, de nem biztos. Ja. Umbra Intensify Vitality-val. Összekötve, de ez a chroma, ez kifejezetten egy dolon ölésre van. Oké, tehát ezzel csak egy dolont ölök, a sima chroma-val megyek survivorozni. Umbrinaros build... Nem csináltam, tehát srácok, én nagyon keveset játszom Inarosszal. És nem, én azt hiszem, nem csináltam rá, mert hogy YOLO, mert már így is kurva OP, még az Adaptation-t se raktam bele, még azóta sem. Nem játszom vele, így aztán, és ez a build azóta van meg, amióta az Inaras kijött, és ja, az Adaptation-t beleraktam. Tessék, beleraktam az Adaptation-t, meg. Azóta van, kb. Megvan, és rávertem, és aztán nekem az elég, szóval Inaras playtime-om kiteszi a... Egyszerűen annyira erős, hogy nem élvezem annyira a izét. Inaros playtime-on kiteszi 1,6%. Szóval így, bitch please. Volt egy időszak, tehát látszik, hogy mivel játszom kicsit többet. Chroma. Még mindig az első Warframe-emmel játszottam a legtöbbet, de ilyen Chroma. Excaliburral sokat játszottam, Equinox-ahoz képest. Hydroid. Tehát el lehet mondani, hogy megvannak a kedvenc frémek. Mi az? Mirage, Nova, Necrosszal elég sokat játszom, oda Necrossz simával 4 egész. Tehát ezért ez nagyjából, amivel úgy többet játszom, ott vannak meg a kedvenc frémák. Reno Prime, Valkyrrel sokat nyomtam, Trinity-vel sokat nyomtam, sima Trinity, Vóbannal sokat nyomtam, Vóban Prime, szóval azért itt meglátszik nagyon, hogy melyek azok a frémek, amit szeretek vinni. Meggel is sokat nyomtam volt, annó, a Mac Prime, amit látjátok, Mesa is.
Szóval ezek Frost Prime Build. A Frost Prime Build-et szerintem élvezni fogod. Mindjárt körbejárom a hajót amúgy. Több build-em van Frostra. Az egyik ugye az erő build, a Hókön miatt című történet. A következő, amit én magam kicsit jobban szeretek, az ilyen idő-terület kombinációja, hogy lefagyasszam hosszu időre az enemit című történet. És a következő az szintén egy ilyen idő-terület kombináció, egy kis erővel ráadva az erősebb gömbér, és ezzel a moddal itt benne azért, hogy a társaimnak extra armort adjak. Szóval extra armort, tehát a lényeg az, hogy több damage-et tudnak elnyelni. És ez a favoritom, hogy őszinteljek az összes közül, amit láttam, ezzel az augment moddal benne. És ezzel csapatra is tudok gondolni, a saját védelmre is tudok gondolni, és meg tudom hatékonyan védeni azt a tárgyat is, amit vagy embert, amit meg kell védeni. Űrhajó. Sétáljuk körbe az űrhajó. Szóval így indul. Lehet vásárolni ilyen szöveges valamit, azt meg lehet venni. Kiraktam ide halakat, amit azóta is lusta voltam befejezni. Oberon Prime Build, hamarosan. Ide kiraktam egy ilyen szigilt. Még sok van azért hátra, hogy őszinte legyek. Fa, polcok. Na most ezek a polcok, ezek képekből készültek. Szóval megvettem ezeket a méretű képeket, amit látod, hogy itt nagyon közelről megnézed, kettő kép van így összerakva, és találtam egy olyan képet, aminek van egy fehér része, és kinagyítottam, és arra van a Karak Build Raid, a... Peace Tesson, majd meglátod. Igen, én most Angliában élek, ez a most már lassan 7 éve. És akkor ugye megállítottam a levegőbe mindent, szigilt mind a két oldalra, tehát ha rak szigilt, akkor az mind a két oldalra, algonkristály, kuty, állat, fura növény. Ehhez nagy türelem kellett, hogy kiépítsem az összeset galliummal, és egy gallium 5 plusz-szal, tényleg nagyon köszönöm szépen, hogy annó küldtetek. Galliumot és polcok, szigil megint csak mind két oldalra, ez a partner szigil itt. És ezt galliummal kiépítettem, de amúgy úgy terveztem, hogy csak kifogyok a galliumból, hogy megépítem ide hátra, egy egészen gallium falat, egészen ide hátra is, és erre az oldalra is ide hátra egy ilyen gallium falat, és még a tetőt is galliummal rakom körbe, szóval egy ilyen dobozszerű valamit csinálnék, ami galliumból van megcsinálva. Szóval egy olyasmit tervezek, és még több ilyen argon kristály buildet. De előre szólok, nem egy olcsó build. Szóval ez így drága. Drága platban nézve. Szóval nézd meg ezt a ennyiszer 5 plat, és ez még nem minden. Mert itt is gallium van. És ezt mind a közösségnek köszönhettem. Szóval, és még ezt még itt ki fogom díszíteni, amire egy csomó izét elküldök. Ja, egy csomó plaza el fogok költeni, hogy ezt rendesen kidíszítsem. Egyszerűen megalkottam. Szóval várjatok, milyen buildet kértetek? Kértetek egy karak buildet, és én a karakot nagyon szeretem, mert egy régi favorit, és nagy nerföt kapott. És amit a nagy nerföt kapott, azóta nagyon gyenge lett, de megoldottam, hogy újra olyan erős legyen, mint régen volt. Mégpedig... Tadá! 143%-os damage-el és damage to Grineer és a slash-el a karak vissza tudott jönni a régi önmagához, mondjuk így. A limbo nálam úgy néz ki, hogy sehogy. Azt inkább nem mutatom meg, mert megmutatom, de nem az a frame, amit én így rendszeresen nyomok, hogy őszinte legyek. De ezt ajánlom, és Hammershot megint csak a Riven helyett. Hát azért mondom, hogy a trash fegyverekbe Geri, a trash fegyverekbe ott van a Riven. Szóval... és azokat élvezem nagyon, de ez a fegyver, amikor kijött, nagyon erős volt.
aprította, erősebb volt, mint a Soma Prime. Aprított mindent, és azért, mert olyan kurva erős volt, egy hét alatt kapott egy nerföt. És most el tudtam vele azt érni, hogy újra olyan erős legyen, mint régen ezzel a Rivennel. De kértetek valami másik buildet. Szóval egyik a Limbo volt, de az nálam nem a... Limbo Prime még le se formáztam, tehát ez a Limbo Prime-om. Így néz ki. Szerintem nem rossz, teszi a dolgát, de sose vinném semmilyen olyan küldetésre, mert egy, nem tudok vele játszani, nem vagyok vele ügyes. És nagyon idegesítenek a képességei. Nagyon-nagyon idegesítenek a képességei. És ez a sima Limbo, területi és még egy területi. Miért van két területi build, ami a különbség a kettő között? Én se tudom. Tehát ja, ez még, tudjátok, ez olyan régi ez a build, hogy amikor még tower kulcsok voltak kb. Mikor tower kulcsok még benne voltak, akkor használtam ezt a buildet. Azóta is annyit limboztam. Ja, valaki kért Oberon Prime-on. Azt mondom. Oberon. Oberon OP gusztustalan kurva anyja. Nagyon szeretem ezt a frémet. Ez az egyik. De amit rendszeresen használok, mondjuk Survivor esetén, az ez. És abban már benne van az Adaptation, ugye a Phoenix Renewal, hogyha sor kerül rá, Rage energia visszatöltés miatt, tehát itt a hármas képesség itt folyamatosan be van kapcsolva. És akkor a Rage, Adaptation és a hármas képesség együtt elég jó életben tartást tud nyomatni. Srácok, ne kérdezzétek, hogy mennyit ér egy Riven, mert egyszerűen... A klánba úgy lehet jelentkezni, hogy van egy link itt a stream alatt, és azt arra kell kattintani. Yep. Mit akartatok? Még mi volt? Octavia, nyílt csak, mert a kedvence. Octavia a kedvencem. Na, Octavia szinte úgy egy olyan frame, amit azért nem játszok, mert túl erősnek tartom, és emiatt unalmasnak tartom. És nem az a frame, amit szívesen viszek mindenhova. Ez az új augment mód, ez nekem bejön, hogy őszinte legyek, ezért is használom. Itt a stream alatt van egy csomó szöveg. Amprexet mutatom, mindjárt, nagyon szívesen. De ez lenne az egyik, ez lenne a másik, és ez Survivor-esebb, főleg mert beraktam a Quick Thinking-et. Valószínűleg jártam vele egy hosszabb Survivor-on, mert Quick Thinking-et általában akkor lakok egy frame-re, hogyha úgy tapasztalom, hogy egy hosszabb Survivor-on kevesebb esélye volt. És a Nidus már mutattam, az vissza kell tekerjen, még egyszer már nem mutatom. Volt Prime Eidolon build, oké. És van még egy, ha minden igaz, full erő, ezt a buildet még anno a izére csináltam, Eidolon Huntra. És hát ugye annyira nem lett meta az Octaviából Eidolon Huntra, de itt van, és hogyha akinek tetszik, ez is mehet, szóval Eidolon Huntos build lehet mondani. Volt. Volt Prime Eidolon vadászatnál, ő a legegyszerűbb és a legjobb és legegyszerűbb szereppel. Alcaprazmol build már volt, ahhoz vissza kell menni. És ez egy Volt Prime build, például, de igazából teljesen mindegy, mit viszel a izére. Teljesen mindegy, mit viszel az Eidolonra Voltnál. Az a lényeg, hogy legyen shielded. De ez az az általános build, amit mondjuk Eidolonra viszek, mert itt a Shock Trooper. És ezt a Shock Troopert, hogyha az egyes képességet rányomom a társaimra, akkor kapnak damage-et. Electricity damage-et. Electricity damage pedig az alapja a radiation damage-nek. Szóval... mit csinálok? Lerakom a shieldet, Cetus Wispet kinyomatom magamból, hogy a tenók extra damage-et kapjanak, és még
a Warframe Raker rábaszom az egyest, és így sok dolga van így a voltnak, hogyha sok trooperrel is együtt van, de akkor így maximálisan ki tudom használni, hogy maximális damage-et tudjak adni a társaknak. Szóval Cetus víz, egyes képesség a társakra, már ha megtalálom őket a nagy zűrzavarban, és akkor a Volt Shield. De hogyha nincs sok trooper, nem baj, csak Volt Shield-ezzél és Cetus Wisp-ezzél, ezt le van tovva. Valaki kérdezte az Amprex build-et. Az Amprex-em az egyik leggusztusabb fegyverem, és emiatt egy nagyon favorit nálam, és ezt használom rá. Ha nagyon szeretnéd, megmutatom, mit tud, de ez a korrozív damage és másodpercek alatt lebontja az armort az enemiről. Tehát nagyon erős ez a build, ezt nagyon ajánlom szeretettel. Nagyon ajánlom szeretettel. Ja. Hogy kapcsolod össze a Warframe-től? Twitch-e, elmész a Warframe oldalra, rámész a marketre, marketnél kiválasztod, hogy promókódz és voilà. Hack build. Hú, de rég volt, hack köcsém. Vékor hacket használok, mert egyértelmű, mert jobb. Ősrégi volt. Ősrégi build. Annyira régen használtam, hogy bitch please. De működőképes. Szóval 11-es Ryroll 76%-os státusszal az boldogító. De azóta, tehát ezóta lehet jobbat is buildelni, mert több olyan modunk van, amivel jobbat lehet buildelni. Viszont nem használom így feledésbe merült című történet. Oké, na mehetsz fortunázni, de mielőtt elmennék fortunázni, igazából ki akartam volna próbálni, hogy mennyire tud jó support lenni a Garuda egy ilyen hosszabb menetem. Az egy maradt még letesztelni, mielőtt megcsinálom a bemutató videót. Gondolom azóta lettetek egy páran újak, úgyhogy ha gondoljátok, végig mehetünk megint csak fortunán. Igen, a Justice... Igen, csak annyira nem... Igen, na, igen. Csak mivel nem használom így, aztán nem annyira... favorit. Ha, Istenem. Ó, Istenem. Nem vagyok itt. Most srácok, most nem vagyok itt. Hát az inboxodba tepsis krumpli, oda kapod az üzeneteken. Szóval, Fortuna. Hölgyeim és uraim. Elsősorban annak, aki még sose járt Fortunán, az végig fog követni egy alapküldetést. Az alapküldetésből, ami nagyon egyszerű, tehát nem kell tudni se angolul, se semmi, ami alapküldetésből megkapod a lebegődeszkát és a Garudának a blueprintjét. A Garuda blueprintjének a darabjait pedig a bountyból tudod farmolni. Az egész bounty-s rendszer úgy működik, mint Cetus. Igazából itt tudod felvenni, nálad tudod felvenni a bounty-kal. Oké. Okay. Pofon egyszerű, és a rendszer úgy van kitalálva, hogy csinálnod kell bounty-kat ahhoz, hogy tovább tudjál haladni. Ugyanakkor egy-két trükk azért van. Rokisrásznál tudtok venni két drive-ot, vagyis lebegő deszkát. Azt ajánlom minél gyorsabban lecserélni az alapot, hogy több XP-t tudjatok összeszedni, és hogy több modot tudjatok összeszedni a két drive-os, ezzel több XP-t tudtok összeszedni, annyi a lényeg, tudtok csinálni jobb két drive-okat. És hogyha nem akartok fast utazni, tehát gyors utazni, akkor őt megtaláljátok itt az enemin, itt egy ilyen graffiti cucc. Következő, akire figyelnettek érdemes, Smokefinger. Őnál a gemeket lehet beváltani, és egyes gemek elég nagy értékkel bírnak. És ezeket a gemeket, ha beváltjátok, kurva gyorsan szereztek standinget, napi standinget, de nagyon gyorsan. Úgyhogy érdemes ezt kihasználni. A következő, akire figyelni kell, az Ticker. Tickernél pedig tudtok vásárolni deb boncokat.
A debonzok kreditérés nyersanyagért vannak, tehát látjátok, van ott ilyen exabrény, van oxium, ami mondjuk elég drága, és 130 ezer kredit, de ezért cserébe ad 10 advanced debbondot. Hogy miért van szükség, nektek valószínűleg több lesz itt, ha még ilyet nem vásároltatok. Lesz olcsóbb, sokkal olcsóbb. De hogy miért fontos ez nektek? Azért, mert hogy a szintlépés ezen a helyen... Bocsánat, rossz gomb. A szintlépés ezen a helyen ilyen debt bondokban van. És ezekre a debt bondokra szükségetek lesz, hogyha szintet akartok lépni. Úgyhogy, ja. Szóval, amit tudok nektek ajánlani... Menjünk ki egy kicsit. Amit tudok nektek ajánlani, hogyha gyors XP-t akartok a Solaris Unitednél, ha gyors XP-t akartok, akkor farmoltok izét. Ha gyors XP-t, akkor farmoltok gemeket. Gemeket farmolni pedig lehet az alapizével is. Na most ki enged? Ja, már rossz irányba megyek. Engedjél már ki. Bitch, please. Host migration program. Na, ha farmoltok gemeket, lehet a régi izével is, az Advanced Mozam Cutterrel, de hogyha kiveszitek, elfelejtettem berakni, látjátok, elfelejtettem berakni a pöcsöm. De ha akkor már mutassuk meg rendesen, igaz? Szóval, mielőtt akármit csináltok... Elmentek ide, és az első, szerintem az egyik első dolgotok legyen az, hogy ezt kiveszitek, a Sunpoint Plasma Drillt, mert gyorsan és jobban lehet vele farmolni, és nagyobb távon mutatja a távolságot a gemekhez. De ha már itt vagyok, akkor berakom. De hát épp lecserélni akarom, te nyomorék, hát... De nincs equipelve, de nincs! Nincs equipelve. Hát ez hülye. Ez hülye, vagy most tényleg nagyon hülye. Jó, most... Lehet, hogy ki kell menjek a izében. Equipment, az gear. Na, hú, helyes, jó, ez is megvolt, még sincs este. Játék még nem akarja. Hát lehet. Lehet, hogy sem. Az tök jó például, hogy nem kell visszajönni. Nem kell visszajönni a izéről. Ide be, hogy felvegye a küldetéseket. Csak ide jöttök ehhez a csávóhoz itt oldalt, és felveszitek a következő küldetést. A következő pedig ugye ez 60 méteren belül mutatja, hogy hol van egy gem. És... Igyekezzetek, hogyha farmoltok... Ha farmoltok, akkor igyekezzetek... Ó, Istenem, ez a sok host migration. Na, ez itt a probléma. Valaki már kibányászta őket.
És itt elméletileg a környéken, ennek a környékén nincsen, mármint van egy pár ilyen gem, szóval nincs pánik. A probléma az, hogy kurva nagy a terület, és még nem igazán van felfedezve, hogy hol lehet a legjobban ilyen gemeket farmolni. De ha tudtok valami helyet... Az igazság az, hogy elméletileg a nidus és koraborsém, az random jönnek a droppok. Szóval vagy kapsz, vagy azt kapsz, vagy nem azt kapsz. A persze, hogy a két drive-omat azt otthon hagytam, mindegy. Na jó, közelítünk valami felé. Ah, ott egy barlang. Itt nem ad az Isten. Ó, oh, remek, még korhák van nálam. Szóval... Nem tudom, hogy... Az... Vagy a faszban, miért nem megy körbe az a izé? Az a kör. Szóval a lényeg az, hogyha beletalálsz abban a nézetbe... Oké. Na, valamiért nem akar körbe menni a kör nekem. Lehet, hogy így... Ha körbe megy a kör, és abban a nézetbe így beletaláltok, akkor... Akkor van esélyre, hogy ritkább nyersanyagot kaptok, ugyebár? Na most. There you go. Rattak-e? Igen, igen. Most már rájöttem. Lesz-e neked barlang? Hát ez izgalmas volt, hogy őszinte elkezd a barlangozás. Mindjárt szinten felveszek egy bountyt. Na mindegy, de hát gondolod végig, eljössz egy helyre, ahol már így hozzászokunk, hogy van gem. Című történet. És... Hol a faszban van? Itt 6 méterre vagyok. Már 9-re. Valaki látja? Úgy utálom ezeket keresni. Á, itt van. Ja, szóval nagyjából ennyi. Ezt farmoljátok, sokat érnek a gemek. Ez egy kicsit olyan, mint Cetuson a izéhal, ami este van. Mi a neve? Hirtelen akartam mondani a nevét. Na, az is kurva sok XP-t ér. De annyi biztos, hogy bárki, aki... Azok, akik magasabb masszi rankon vannak, azok itt sokkal könnyebben haladnak. Az tény, az meg lehet nem Baker hack-kel kellett volna. Nem, vagy jó lesz ez. Erre a kék pont. Ennél a kék pontnál csak felveszed a küldeti. Nem, hát értem, hogy villog az a kék pont, de látom. Láttam. A szárnyakat, azt már Cetusnál megkapott, barátom. Ú, tényleg, vazeg, a vadászatot azt ki kéne próbálni. De ahhoz... Az egy kicsit, izé... Hát, mert egy kicsit több tapasztalatuk van, azért a Vénusz egy kicsit jobb. Egy kicsit jobb a Vénusz, már több tapasztalatuk volt Cetusról, és... Szerintem azért is érzed azt, hogy elitebb a Vénusz. Fast travel, businesshez megyünk, bros vers,
És amit biznisznél van, az egyik az a trunk rifle, erre szükséged van, purchase. Yes. És amire szükséged van még az egyértelmű, hogy a halászat, ugye? És a hívójára, mert ez elméletek csalogatja az enemit. Okay. Purchase, jó. Kipróbáljuk, mert még én se izé vadásztam, de ezekre kezdetnek. Ez pedig a halaknak van, ez a board bait fish. 50 standing. Oké, okay. Tehát ezeket megveszük. Hiába csalogatom. Az igazság az, hogy van neki egy módszere, hogy csalogatni kell. Meg kell keresni az állatszart hozzá, vagy valami ilyesmi. Tehát azt mondja, hogy valami Mushroom Fieldshez kell menni. De először is be kéne rakni, ugye? Az arzenálba az új cuccokat. És... lehet nem kutya. És állítólag az is szerencsés, hogyha megvan a Oxylus, ez az új izé. És biztos a kedvé kiveszem belőle a fegyvert. Ezt érdemes megszerezni állítólag, mert hogy szkenneli az állatokat és könnyebb becserkészni vele a dolgokat. Kezedbe veszed a fegyvert, egész mapon mutatja az állatszart. Köszönjük szépen. Szóval mit tudom én, vegyük kézbe a fegyvert. Két drive-ot azt rakjuk be, azt... miért ne? Hol a két drive-om? Az új fishing spear-t. Halászunk, bazd meg. Jót raktam be? Azt se tudom már melyik az meg. Annyi szar van már itt. Ez a sima. Az már benn van. Itt van. Ez benn marad. Ezt kivesszük. És berakunk valami állatcsalogatót. Most mindegy. Ezt kivesszük. Berakjuk a másik állatcsalogatót is, ha megtalálom. Na jó van, lássuk, hogy alakul, de szerintem leszólózom. Még mielőtt ittem kitör a pánik, meg az idegroham, hogy mások folyton kilépkedne. Ennek körülményre bejött a funa, elkezdett farmolni a poén. Hát igen, hogy őszintén lehetek veletek, hogy nagyon akarnám még a maradék árkéneket összevenni, akkor még sok ránt kéne menni azon az eljedalonon, de a leglényegesebb árkének megvannak, úgyhogy nem nagyon erőltetem én már. Oké, okay, szóval... akkor egész... tényleg azt mondtad, hogy mutatja az egész, de állítólag oda kell menni valahol, ahol vannak ezek a gombaszerű fák. Hú, de jól néz ki az ég. Hát itt ilyen Mushroom Fieldesnek látszik az egész. Próbáljuk itt, nem? Jó helyen járok? Apró kérdés, lehet a területet foglalni? Ha igen, hogy tartom meg véglegesen? Milyen területre gondolsz, tesó? Oké,
Azt mondja, hogy distance to target, szóval a fegyver még kiírja. Azt a bizonyos métert is. Mit kell keressek? Ezt? Ez a szar? Ez is komoly. És innen mit kell vele csináljak? Nagyon szívesen, tepsis krumpli. Nyomd hosszan az M-et. Oké. Okay. Hova menjek? Ah, értem én már, aha. Jó van, oké. Okay. Ezek, hogy mindenhol ott vannak ezek a szerencsétlen faszkalapok. Hát ezektől nem lehet itt vadászni, bazd meg. És akkor itt most nem kéne valami kicsi barna kupac? Mm-hmm. Oké. Okay. Fuck that shit, bro. Hát a fegyver szerint már kurvára itt vagyok rajta. Kis barna kupacon. Haszom az állat. Na ezért utálom ezt a fajta farmot, mert nagyon vak vagyok. Tehát én nem veszem észre ezt. Hát elvihetek, itt van egy kis sárga kupac, nem? Nézd, rajta, a szkenner látja. Melyik? Ez a szkenner? Ez a szkenner szarcsa lehet. Melyik szkenner? Szart se látok, bazd meg! Szart akarok találni! Miért nem találok szart? Ez a szkenner látja, vagy a fegyver szkenner? Mert igazából most... Hát nagyjából ott vagyok, ahol elméletileg lehet állatot vadászni. Itt a szar! Yay! És itt egy kurva nagy pók is. Pff, hogyan ölt meg magad egy izével? Ó, oh, geci. Hát én ezzel most itt mit csináljam? Bajban vagyok, azt mondjátok? Tehát így vadásztak, hogy tele van korpusszal a kurva anyja is? X-et megnyomod, és elméletileg tudod követni az állatod. És itt vannak ilyen fura lábnyomok. Hát ez hova az anyádba mászod, bazd meg. A nagypók közelében nem megyünk. De itt van valahol a közelben. Persze, hogy akkor, amikor nekem állatot kell vadászni.
Mert a kurva anyja. Loki, igen, jó, hát most már mindegy. Nem, Lokit most már elfből sem. Még mindig Loki a leghasználtabb Warframe-em. Nem Lokizunk. Eltűntek a lábnyomok. Nem. Hova az anyádba mentél, te állat, te? Állatszart keresek, bazd meg, és nyomokat olvasok. Hát ez... Hello Warframe. Mit tud az a drón? Ez a drón, ez szkenneli elméletek az állatokat, meg az ilyen különböző környezeti valamiket. Majd megmondom, van róla egy leírás, de még én sem értettem, mert én is értettem a szavakat, de nem értettem, hogy... És akkor most követem. Csak nem tudom, hova a faszba kövessem. Hát ezeket az állatlábnyomokat ki kell egy kicsit emelni, hogy őszinte legyek. Helios 2.0, igen, igen, valami olyasmi, Helios 2.0. Megérte próba? Valószínűleg olyan vak vagyok, hogy nem látom a nyomokat. Kibaszott állatvadászata. És akkor... Előveszem elméletek ezt a szart. Amit be se raktam. Úristen. Nagyon noob vagyok. Valószínűleg nagyon noob vagyok. Igen, igen, megvan. De nem azért vagyok nagyon noob, mert hogy nincs meg, hanem azért, mert nem raktam be azt a faszom izét. Mert nem raktam be azt a kurva szart, bazd meg. Tehát csak a fegyver van nálam, de a síp az nem. Beraktam, dehogy raktam. Ez nem a síp, ez a fishing spear, a fegyver itt van, és a Nozan Cutter itt van. De ez csak a izé. Nincs ott, 6 óra. Igen, de ez... Nem is ez kéne. Hát ennek nagyon fura hang. That is the call of a pauper. Not the mightiest of beasts, but worthy of salvation nonetheless, despite the odor. Now you must be stealthy, preyed upon by sorghors and vermink. Paupers will flee at the slightest hint of danger. Okay, és most? Mi van a nyíllal az oldalán? Az, hogy le van halkítva a játék, és nem hallom, hogy visszaválaszol-e. Azt se tudom, hol van. Á, ott vannak-e. Jó van. A sunny pauper. Slightly less common than your garden variety. Lovely coloration though. Ne szaladj. A kurva anyád, ez gyors, bazd meg. Ne, és eltűnnek egy idő után. Ne.
Ne! Please! Na, ettől már most tudom, hogy enyhe idegrohamot fogok kapni. Na jó van, keresünk egy nagyobbat, amit el is tudok találni. Keresünk valami állat helyet. Tessék, lejön ehhez, menjünk oda, keresünk új esélye. Hát ez az állatvadászás. Ó, várjál már, mielőtt elmegyünk oda vadászni, fogjunk valami halat is. Folyóban szinte még nem lehet halat fogni. Kutya szar, gyere ide, ott a szar. Vagy nem? Vagy mégsem? Ah, tessék. A tuft of fur. There'll be creatures nearby. Itt legalább nyugalom van, nem lő rám senki. Hú, ez annyira fókuszálok erre, csak elvesztem a nyomokat. Az a rossz, és ugye, hogy a plüss állatokat akarsz a hajódba, már pedig én akarok, ahhoz ezt a szart kell nyomni. Egy kicsit remélem, hogy később ezt ilyen erősebbre veszik. Mert... nem, hogy Far Cry Primal-t akarok játszani. És hol a faszba tűnt a lábnyom? És akkor azt mondtátok, annak a körnek a közepén valahol, ugye? Az megölöm saját. Anyád, ez kibírt egy kulsztár lövést. Azt a kurva. Lábnyoma? Várjál most már. Teljesen, én magam vesztem el, az meg teljesen, getsz. Mi a fasz van. Jó van, bemegyek annak a körnek a közepére. Hát itt a kör közepén semmi nincs. Á, lábnyomok! Vagy mégis? Aha. De mi a... gondolom meg kell... meg kell ütni a hangszintet is. Gondolom. De a hangszint az fassa. Le vagy Google-ba. Ja, le vagy Google-ba. Teljesen. Vagy. A mating call. Excellently performed. But that's the wrong look. Ah, és ez nem... Oké, ehhez nem ez kell. Epic fail. Epic fail. Nem probléma. Ehhez viszont ez kell. That is the call of a pobber. Not the mightiest of beasts, but worthy of salvation nonetheless, despite the odor. Now you must be stealthy. Remélem most már el fogom tudni találni ezek a nyomorékokat. Ezek gyorsan futnak, nem lehet oda lemenni, és így lekordozott a rákba, vagy valami? Balról hallatszott? Az pont jó, mert a bal fülemre majdnem teljesen süket vagyok.
Na jó, mondjuk, de teljesen, majdnem teljesen sokedvük a bal fülemre, és még le is van halkítva a játék, szóval... Dupla izével indulok, handicappel itt. Most már kezdem én is őket hallani. Ah, Istenem, hogy ezek a nyomorékok folyton betalálnak. Isten se tudja, mikor fogok én itt egy állatot fogni. Ti láttok már egyet is? De nem ölöd meg őket, csak elaltatod őket, és odaadod biznisznek. Ja, ja, hogy a kardozásra gondolsz. Hát, hogy enyhén kardozod meg, éppen hogy csak onnan vérezzel, hogy ne tudjon elfutni. De nem hal bele. Hol a rákba vannak? Igen, azt látom, de... Aha, köszönöm. Megvan. Aha, ott van. Slightly less common than your garden variety. Lovely coloration though. Miért sem vesztem nulla? Ja, ott van, elaludt. De itt... Eltaláltam az egyiket, de hol van? Pazzag, elvesztettem az állatot, már megint hülyét kapok. Tetves kis... Hol az állat? Call for recovery. Hogy kell recovery-t callni, izé hívni? De az, azt... Hol a fűben? Feljebb. Á, oké. Köszönöm. Bazd meg, ez a holá... Úristen, ezt sem fogom még többet izélni, farmolni, bazd meg. Fú, ez életem legnehezebb Warframe küldetése volt. Á, Istenem. Hát bazd meg, ez most sok. Ez életem legnehezebb izéje volt. Á. Megvan, megvan! Na most várjál, hogyha ez itt, ez a kicsi van, hol vannak a nagyok?
Nincs külön jelzés rájuk. Nézzük meg ezt a helyet. Nézzük meg ezt a helyet, ahol fagy van elméletileg. Meg lett! Öcsém, meg lett, nem úgy megy az. Hú, ez meg, ez komolyan mondom, az egyik legnehezebb küldetés volt, hát mi a rák az meg? Hát, faszom állatvadászat. Na, itt milyen szart találunk. Lássuk. Kör közepére, azt mondod, hagyjam a francba a lábnyomokat. Megyünk a kör közepére. Hát amúgy is elég. Hát ez konkrétan nem is a kör közepén akar lenni. Hát nézd meg hova elvisz. Ideig elvitt. Aha. Lehet, hogy itt most már tudom ezt használni? Nem. Ez se itt az lesz. Megint a kis nyomorékokat kell hívni. Aludjába azok. Na jó, kezd könnyebb lenni. Hát, úgy tudod, hogy dropozni, be kell jelentkezés az üzeneteid között a játékban. A játékban ott lesz, amúgy is. Egy a fene, ez... Talán az első 10 vadászatra azt mondom, hogy oké, okay, meg főleg, hogyha a nagyobbak lesznek. Valakinek sikerült már amúgy nagyobbat fognia? A nagyobbik fajtát, azt tudja, hogy hol van? Azt kérdezném, hogy... Értem, csak mi számít nagynak? Nem tudom, menjünk ide, nézzük meg. Nézzük meg azt, hogy... Neked párod, de nem tudod, hogy merre volt? Igen, de hát kettő hangot tudtam most kivenni, és az egyik az biztos, hogy nagyobb állat érni. Hogy egy nagyobb állat, mint ezek a kis majmok. Biztos, hogy benne kell más, de ez az Echo Lure, ez biztos egy nagyobb állaté. Tehát ez se nagy, de biztos egy nagyobb állaté. Amúgy azokat gyűjtsétek, ezeket a cuccokat, mert ezért be lehet váltani a debbondot. Na jó. Hova is akartam jönni? Szart keresni már megint? Hopp! Itt egy szar. Ó, hát ez már megint kis szar buzi ízéle. Nem.
Hát persze, hogy itt egy ilyen gyökér, hát... Hogy jön? Oké, cool. Mi kell nekem? Gondolom, hogy ez lesz az. És nem. De. Now, ready your trick. Na jöttök, hogy mi a fasz van? Az meg, hogy tök ennyit mellé lőni. Aludj, drága kis majom. A sunny parlor, slightly less common than your garden variety, but a happy little thing nonetheless. Hát, én akarok egy nagy állatot. Ja, meg egy glifet. A glif az változni fog, mert ha minden igaz, Stalker bácsi a klánunkba írt egy programot, amivel automatikusan ki tudunk osztani glifeket. Úgyhogy a Discordunkon csak be kell írni, hogy felkiáltójel glif, és személyes üzenetben fogsz kapni egy kódot. Emeltileg. Yep. Szóval ez megvolna a vadászon. Ezeket a szarokat is érdemes begyűjteni, mert ezért is vásárolhattok ilyen debt bondokat. Nem tudom, valami 60 kerül egybe, vagy valami ilyesmi. De, mint mondtam, én mondtam ugye a játék elején is. Nem. Mondtam ott a játék elején is ugye, hogy érdemes boostereket venni. Szóval, ha nem akarsz lassan farmolni, én vettem magamnak 30 napos boostereket. Aztán szevasz. Hol a bejárat? Itt. Valahogy nem akarom afgá hagyni a streamet éjszakára, nem az igazi. Na, hozzájöttem. Még azt mondja, hogy innen nem lehet átmenni publikba. Akkor így jártunk. Bocsi, hol a nagy kutya? Hát nem mindenre tudok figyelni, mert sokat írtok. Próbáld elsőnek a nagyobbat, szerintem ezek mindenhol jönnek. Ja, meg a glifet. Gerike. Vörös ekolúra kutyaszart fog mutatni a térképen. Jó, de... Mi? Vörös ekolúr izét fog futani. Oké, jó van, rendben várjatok. Oké, visszamegyek, megnézem. Tomi, általában lehet velem tolni, csak most az egyszerűség kedvéért, hogy ilyen sokan vagytok, szerintem most kihagyjuk ezt a lépést. Azt mondtad, hogy mutatja a térképen. Geri. Nem azt mondtad, hogy mutatja a térképen?
Ja, hogy ezek a kékek, azok a kutya... Ja, jó, oké. Szóval akkor elméletek ezek azok a vörösek. Aha. Menjünk ehhez. Ez olyan szimpatikus. Oké, nézzük meg. Nézzük meg. Köszi a tippet! Megkezdjük ezt a bugos szimbólumot? Miről beszélsz? Aha, már a szar is más. Hó, korpusz, görény, kurva anyátokat, hogy mindenhol ott vagytok. Hányan vagytok még? Na még ez is. És még ez is. És még ez is. Hagyjatok már állatra vadászni. Miért nem hagytok állatra vadászni? És milyen vérzést okoznak? Boldogan akarok állatokat menteni, és ti meg nem hagytok. A kurva élet. The mating call of a vermeek. They're capable hunters of smaller prey. But we'll turn tail and run at first sight of something as far. Hány lövést kell a nagyobbba leadni? Kettőt? Hármat? Loping across the plains, or lying in wait amongst the giant fungi, stalking pulvers. Now, where is it? Ready your trank and wait. Markoplasz volt képükben, igen, én is azt mondom. De hol az állat? Azt hiszem láttam. Esküszöm ott volt valami, ott elfutott. Most ment el, igen. Hát. Akkor az tényleg az volt. Bassza meg! Hát az gyors volt, Getz! Hát az... Mi a fasz? Hát az... Ja, fehér. Lassú meg minden és fehér. Hát kurvára nem volt lassú! Hát az azt látod, hogy... Így ment el, bazd meg. Hát mi a fasz? Hát az... What? Remélem itt nyugalom lesz. Tényleg Lokit kellett volna hozzá. Ó, hát hogy lenne már nyugalmam? Persze. Kurva nyelven. Hát mintha itt mintha hideg lenne. Hol az a kutyaszar? Már megint. Ah, azt hiszem az lesz az. Ja. Jó, most már valahogy. Gyorsan vesznek észre, Szóval itt frankon el kell bújni, értem én. Nem hülye a játék, ha?
gyorsan megy. Kurva korpuszok. Call of a Vermeg. They're capable hunters of smaller prey, but will turn tail and run at first sight of something as formidable as yourself. You'll find Vermeg loping across the plains, or lying in wait amongst the giant fungi, stalking pawbirds. Now, where is it? Hát, hogy én ezt most így észrevesz. A white-breasted Vermeg. Fairly common. Hol van? Let's get into safety. Ah. Bozd meg, hát ezek kurva gyorsan eltűnnek! Hát bozd meg, ez... Na jó van, majd játszatozom ezzel még, de... Várok, ezzel nem fogok egy live-ban killódni. Ezek rohadt gyorsan eltűnnek, bozd meg! Mi a fasz? Mire észreveszem, már el van húzva a rákos faszba. Hát mi a pöcs? Legalább 10 M-mel menjek oda, ami azt hiszi 10 M-mel. Na jó, hát bassza meg. Fucking Alt F4. Nem, a nagy pókot kidó, az csak izékkal kell lehet kinyírni, amikor bejön egy update. Most még egyelőre nem lehet. Csá, X-apó. Köszi, hogy itt voltál. Na jó, mert inkább nyugtatásról megyek egy bounty küldetés, mert ez fő. Már látom, hogy mi fog felbaszni, hogy őszinte legyen. Az, hogy nem tudok magamnak plusz állatokat venni, az fog felbaszni, mert nyomi vadász vagyok. még mielőtt ez megtörténne. Nem tudok magamnak, bazd meg. Van két lábú robotom. Igen, még ki kell XP-zem. Két lábú robot. Gyere! Két lábú robot, téged választalak! Uh-oh, befagyott a Warframe. Ennyi volt, gyerekek. Aki... Ja, jó, igaz, inkább kisorsolok. Igazatok. Ó, oh, na, megjött a kék lábú izé. Auto hex console over 12 seconds. Ah, nem rossz. Jó lesz. Ma egész jó armorjuk van. Ez fontos. Na jó, sorsoljunk, egy a fene. Majd vagy felnyomom, nem annyira nagy dolog az. Oké. Na jó van, srácok, akkor indulhat a chat spam. Jaja, hajrá, menjen még. Akkor ez lesz a harmadik platkód majd. Ennyi? Nem is akartam... Na jó, várjál. Lassítsatok. A Nightbotnak fel kell kapni a dolgot. Azt kurva. Jó, hát.
Oké, okay, megvolt, mehet. Oda nézzetek arra gyönyörű fenékre, nézd meg, hogy domborít a csaj. Hát öcsém, hát hol van ehhez képest akármelyik seg is? Hát még az ember is belesárgul. Hát nézd meg, hogy domborít, hát azt a kurva. Hát mi a fasz? Nagyon kell. Add ide, add ide. Vágj szájba platta a F-öt. What? Na jó van, mehet, jó? Háromra indítom a sorsolást, hölgyeim és uraim. Roll it, motherfuckers. Hibrid huligán! Hibrid huligán kapta a platot, jó? Akkor hibrid huligán, rád írok szépen. Ha megtalál. Hibrid huligán, parancsolj. Whisper. Got it. Bim. There you go. Hibrid kollégám parancsolj. Na most, nincs még vége, jó? Akkor megkérem szépen az Xboxosokat, hogy spameljenek. Csak pillanat, beírom, hogy Xbox. Szóval azok, akik most Xboxosok vannak, őket kérem szépen, hogy spameljenek. De úgy értem azt, hogy Xbox. Tehát írjátok azt, hogy Xbox, bocsánat. Tehát, hogy Xbox 420. Igen. Az is ér, igen. Xbox controller. Jaj. Geri, maradjál már nyugton, tudom, hogy nem vagy Xboxon. Hát ez hihetetlen. Na jó, senki nincs Xboxon. Mi a fene? Vagy csak nem kapja fel a izé. Vagy sem. Várjatok, mert hát ez valamiért nem... Subscribe users. Oké, meg vagyunk. 70 Xbox nézőnk van. Wow. Wow. Ez tök jó. Na jó. Pásztor Bálint. Pásztor Bálint, kérlek szépen. Remélem, te tényleg Xboxos vagy. Akkor mehet a második Xbox kód. Pásztor Bálint. Mondd azt Pásztor Bálint, hogy Xboxos vagy. És hogy mehet neked a kód. Ó, Braton van, de nem rossz. Az nem rossz. Pásztor Bálint, kérlek, írjál vissza. Írjál be a chatbe. Kiment a PC-s kód, persze. Az a PC... Mindig 70, 75 plat. 75 plat. Pásztor Bálint az nem, az nem ér vissza. Pásztor Bálint. Meg. Pa.
Azóbalin. Legyünk ferek és küldjük el neki. De te nem vagy Xboxos, Geri, kussol már! Oké. A következő... Akkor most a PS4-esek írják be. Akkor picit kérek. Most kérem szépen, akkor a PS4-esek írják be azt, hogy PS4. Tepsis krumpli. Az, aki már nyert amúgy egyszer, az azt hiszem, az még egyszer nem fog nyerni, mert annyira van okos a izé a rendszer, hogy tudja. Geri, piros rögyös. Húszszor 7500 kredit, összefosom magam, gec. Összefogom. Összefosom magam. Nagyon komoly. Na jó, akkor... Ha minden igaz... 1, 2, 3... RC79. Te nyerted a PS4 második kódot. Pará. Küldöm Whisperben a üzenetet. PS4. Parancsolj! Ennyi. Na most, van jó hírem, és rossz hírem is. A jó hír az, hogy még nem fogytam ki a PC-s platkódokból. A rossz hír az, hogy a konzolos platkódokból kifogytam. Szóval, hát ja. Ez van, ezt kell szeretni. Úgyhogy PC-s platkódom még maradt. Mennyi? 2 darab. De azt a következő streamen fogom kiosztani, ha minden igaz. Szóval, yep, voilà. A reklám után. Viszont a livestream a végéhez közeledik. Aki szeretne játszani velem, akkor annak most az alkalom. És de ilyen, aki kapja marja alapon, az első 4, aki rám ír, azt fogom meghívni. Aki kapja marja alapon, az első 4, aki rám ír, a játékon belül, persze, azt fogom behívni, hogy nem tudok másmit csinálni, fel legyen. Megsértődtél, Geri? Tudod, hogy szeretlek? Hát tiszta szívemből szeretlek. Ezért nem csalok veled. Bombosi. Tommy. Invite. Dave. Invite. Ennyi. Na, hát, ha minden igaz, akkor...
Kilenckor jó melót, kis gesztenye, pacsi neked is. Örülök, hogy itt voltál. Mindenki itt van? Kidó, gyere már! Ha nem hívok mást. Küldj meg én, oké. Okay. Én vagy. Kidó, ez a nyádú listanét. Hívlak, bazd meg. Hogy ordít szegény? Hát itt van, ott van. Could not because the session is... Oké, okay, na, végre, jó. Hogy sikít szegény? Hát jó volt, mondta az első négy öcsém. Megyünk a legnehezebbet, mit dovít? Kuva, tech collateral, jó, bármi is az. Menjünk. Csá, csumi, csá. De már megint ő késik. Már megint ő késik. Faszom, elindítjuk. Kidó, nem várunk rád folyton, hát nem hiszem el. Hát ulti, kicsit le vagy most már késve, sajnos. Már megint ezzel a szar fegyverrel vagyok, Istenem! Jaj, de cuki! Hát nézzétek meg! Hát ó, gyere ide! Invalid launch point. A kövi livestream, ha minden jól megy, akkor kövi vasárnap. Ha minden jól megy. Anyádba menjél bele, búzi. Ja, az az enyém. Jó, majdnem lelőttem a saját izémet. Ő a srácok, egy kicsit lassan csatlakoztol. Ez gyors volt. Ezt nem kellett volna lelőni, hogy őszinte legyen, hogy mindig. Trinity Prime. És ő miért esett el? Elesett a kicsi anyám. Motherfucker elesett. Elesett motherfucker. Ne, ne hagyjátok. Hack the gate. What? Where is the gate? Ja, azt a gate-et kell ott. Azt észrevettem, Kidó, hogy elég lassan csatlakozol, öcsém. A versenypályák, hogyha... Nem tudom pontosan, hogy van, de egyelőre nem működnek, azt tudom biztosan. Viszont a farmolás az nagyon jól működik. Azt a kurva. Nem a legjobb fegyverrel vagyok. Tiberont akartam volna hozni. Na, akkor ezeket le kell itt lőni. Annyit tudunk. Azt föl kell venni. Akkor időbónuszt kapunk, és ebből hármat, ha felveszünk, akkor megkapjuk a bónuszt. De az miért nem akar bejönni ott? Bitch, please. Most már biztos, hogy lejön.
Vedd már föl. Hát ez... Jéééé! Megvan a bónusz feladat, csak most teljesen el vagyok veszve, hogy hova kell menni. Ah! Kurva megy! Gyere ide, felszúrlak a kurva nyelvet. Na, de annyi, hogy hát szerintem holnap-holnap után összerakom a Garuda bemutató videót, addig remélem, hogy le fogom tudni tesztelni egy Endurance küldetésen is, hogy mennyire tud supportív lenni a frame. Leteszem mind a két build-el, amit bemutattam ebben a livestreamben, a nagy range-essel is, meg a kevésbé nagy range-essel is. Ja, mi ez itt? Húúú, ezt szedjük le gyerekek, bazd meg! Hova tűntél? Á, ott van! Fel tudom szúrni, lol, lol, mi a fasz? Mi? Mi történik? Ez most komoly? Ah! Micsoda? Nem a száma. Ez most még két másodpercig. Ah, de rossz. És overshield-et tud magának csinálni, hát beszarás. Ó, oda nézzetek, a karmok hogy leszedik. Hova tűntél? Ott van egy kicsi is. Ki hal meg előbb, ő vagy én? Ah, motherfucker. Hol a nagy darab viszont? Ne menekülj! Ez jó volt. És mit kaptunk? Nagy büdös semmi. Köszönjük szépen. Egy nagy büdös semmi. De legalább jó volt. Mini Spidolon, bazd meg. Kösd fel. Egy. Yes, cash number one. Egy megvan. Én és a keresgélén. Kettő. Stop me off, boss. Azért mókák ezek a pókok, hogy őszinte legyek. Nézzük, geci, overshield-et csinál magának. Gaggaj meg!
Ne teleportáljál, az meg, meg kéne találni az utolsó cache-t. Magnetik sebzés! A kurva anyád! Tessék, pusztuljál! Mit kapunk érte? Nagy büdös lószar! Yay! Just another day in the office, motherfuckers! Kéne találni azt az utolsó kert! Van egy olyan érzésem, hogy valahol itt lesz. Mi a? Mi ez itt? Kutyaszar? Jó, megvan. Öcsémet is sose találjuk meg. Ezt szóljatok, ha látjátok valahol. Barlang? Hol lehet állítani egy barlangot? Oh, bitch, please. Ez most komoly, hogyha tényleg ott van, akkor hülyét kapok. Bazd meg! Azt a kurva! Hát ki a fasz találja meg itt, bazd meg? Ah! Meghalt, motherfucker! Nem baj. Jé, kuva! De... Oh, Isten! Azt a kurva, ezt hogy vette észre? Jó, várjál már, hát jobb ötletem van. Oops. Motherfuckers die! Hát nem tudom, én boldog vagyok a Garudával, hogy őszinte leje. Jó, eddig igaz, nehéz játékon még nem voltam vele. Pedig füstölés zenél. Hát, öcsém... Tehát az van a hibrid, hogy én hihetetlenül vak vagyok, ha valamit ilyen lootokat vagy ilyesmit kell keresni a játékban, arra én teljesen vak vagyok, tehát egyszerűen elmegyek mellettük. Süket vagyok, úgyhogy nem is látom. Szóval... Nálam ez így nagyjából kilőve, hogy őszinte legyen, mi a fasz? Move fast. Got it.
That's one for us. We've got more coming in. Pick them up. Tank's retrieved. Ho ho ho! Hát mekkora vagy, öcsém. We've got more coming in. Pick them up. Lerúg a lábával. Van ez megbeszélés. Jó. Oh, hello. Anyádra ugor rá, köcsög. Oh, ez a legkellemetlenebb küldetés ebben az egészben. Rohadt távol rakják egymástól a izé. Ó, azt a kurva Lifestrike beszarog, úristen. 4 éve nem láttam Lifestrike-ot droppolni nekem legalábbis Warframe-be. Azt a kurva. Mi a fasz? 4 éve nem láttam Lifestrike-ot getsz droppolni, bazd meg. Úristen, na, lesz-e neked Fortuna. Bazd meg. Összefosom magam. Life fucking strike. Mi a pöcs? Na az igen, azt hiszem most pottyant egy pár száz. Nekem 2 nap alatt esett 4. Ennyit tudok rá mondani. 4 éve nem látom Lifestrike-ot. Nekem 2 nap alatt esett 4. Én meg azt hittem, hogy jó plati el fogom tudni adni, és másoknak 4 nap alatt esik be az meg. 2 nap alatt esik 4, mi a fasz? Tegnap este esett 4, de ne hazudjál már itten nekem, fiam! 4 darab Lifestrike, hogy ne fasz, no fasz esett 4 darab Lifestrike. Bambosi, mi van veled, fiam? Fullon van, akkor egyet vigyünk ide. Hogy ez? A D-t lelőtték, vagy elfogyott? Várjatok csak! Próbáljuk csak ki! Oké. Akkor nem működik, jó. Reméltem, hogy a pajzsom megvéd. De nem véd. Hát így jártam. Azt hittem hirtelen meg fogom ölni magam. Ja, persze nincs energia.
energia, miért lenne energia? Meg a turai gyerseg a földön találtad valamit, mi? Polimer, igen, essél polimer! Minél több polimert! Polimert ide! Úristen, mi van itt? Gyereke! Káosz a köbön! Úristen! Segítsen! De hogy az annyit nem sérültem, mint amennyit. Epic fail. Az egy kemény kis izé volt itt. Ravage. Nem rossz. Van valahol valami? De jó, full. Akkor... Nem szóltam semmit. Egész jó módok esnek, hogy őszinte legyek. Kezdőként valószínűleg megéri emiatt ide bejönni. De fél, amúgy ami a droppokat illeti, meg ami kódokat kaptunk most így a Solaris United játékkal, szerintem az egész kultúrált, szóval nem panaszkodom. Amilyen drágám, megy a dolog, megy. Kétlábú izé. Anyád a tüsdebúzi. Hogy van 8-om egy ettál? Valószínűleg van benne valami ammo mutation vagy ilyesmi. Nem tudom. Vagy csak azért, mert vékor hack. Nem tudom. Elfelejtettem. Megmutattam volt a modolás, de már nem tudom, mi van benne. Tök véletlenül hoztam magammal. Nem is akartam volna magammal hozni. Csak ez maradt nálam utoljára.
Na, itt is megkapjuk ám a bónusz valamit. A Kidó most már maradj itt az Isten szerelmére. Utcsó küldetés. Kollaterál. LOL. LOL. De jó. Te kollaterál. Zsír, jönnek a kavat modok is. Ám rossz az. Nem rossz az. Te kollaterál. Na jó van. Kedves rádiónéző gyerekek, ennyi volt mára, remélhetőleg, hogy lopakodik az új robot? Ja, várj, előbb ledarálunk itt egy nagy pókon. Nézd, hogy csinálja magának az overshieldet, bázzaj. Tölti az életet? Tölti, beszarás. Mindjárt megmutatom, hogy lopakodik az új robot. Csekköl, mit akarsz itt? Menjél haza! Na jó van. Robot, gyere ide! Bezzarás! Lehet, hogy csak kreditet dobott. Vagy nem volt összekötve, de össze kell legyen kötve a Twitch accountod, a Warframe accountoddal. És akkor fog dobni. Nagyon komoly. De rossz. Na jó. Hát az, hogy 50 óra is, már mint... Az túlzár, ha össze van kötve a Warframe accountod vele, akkor működnie kellett volna. Hát akkor nem tudom, Demzi, hogy mi lehetett a baj. Az is lehet, hogy késik, és aztán egy idő után meg fogod majd kapni amúgy. Teljes értékben megesen. Ja, csak semmi használatod nem dobott. Hát igen. Az előfordulhat. De kollaterál. Crit damage van inside the mark zone. Tökéletes. Megint csak, hogy ha megjelölsz egy enemit, akkor crit damage-et fogsz kapni. Ha macskád megjelöl egy enemit, kapsz crit damage-et. Tök jó.
Nem egy rossz mod, mindenképp mehet bele a macskába. Lifestrike, haha. És tök jó, egész jó modok vannak. Na jó van, kedves gyerekek, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Tök jó livestream volt. Ha minden jól megy, minden rendben lesz, nem kell semmit elintéznem, vagy ilyesmi, akkor vasárnap tudunk tartani megint, de azért most vasárnap egy rövidebbet, nem ilyen hosszút, mint most. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még maradt két PC-s platkódom, úgyhogy ezt majd következő streamnél ki fogjuk osztani. Ja, és szervusztok! Sziasztok! Köszi! Ciao!